Geológusok és paleontológusok a munkájuk során időnként olyan anomáliákkal találkoznak, amiket nem tudnak az evolúció elmélettel megmagyarázni. A hovind elmélet viszont bibliai és tudományos alapokon nyugvó magyarázatot ad többek között arra, hogy mi volt valójában a jégkorszak, mi történt az özönvíz során és hogyan alakult ki a Grand Canyon. Köszönöm, hogy eljöttek. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Tennessee-ben, a Temple Egyetemen. Mind a három gyerekem ide járt, és én is majdnem ide jártam. Ide adtam be a jelentkezésemet is, de végül a Midwestern Baptista Egyetemen kötöttem ki. Ma a hovind elméletről szeretnék beszélni. Mi okozta az özönvizet Noé idejében? Úgy gondolom, keresztényként meg kell tudnunk adni a válaszokat a szkeptikusoknak. Aki evangelizációra adja a fejét, az olyan emberekkel fog találkozni, akik képtelenek leküzdeni egy nagy akadályt, aminek a neve evolúció elmélet. Éveken át azt tanították nekik, hogy a Föld több milliárd éves, hogy a geológiai rétegek évmilliárdok alatt alakultak ki. Ezt mind a helyére kell tennie annak, aki lelkeket akar megnyerni az Úrnak. Ehhez viszont először meg kell tanulnunk a szkeptikusok nyelvén beszélni. Ezt kell tehát tennünk nekünk, keresztényeknek, ha szót akarunk érteni a környezetünkben élő emberekkel. Nos, a Biblia azt tanítja, hogy a Föld nagyjából 6000 éves, és nem több milliárd. Ha ez igaz, akkor meg kell válaszolnunk pár kérdést. Például azt, hogy hogyan alakultak ki a Grand Canyonhoz hasonló óriási kanyonok a Földön vagy a Marson. Mi történt a mamutokkal, a hatalmas hippi elefántokkal, amiket jégbe fagyva találunk? Honnan jött az özönvíz, és mi lett azzal a rengeteg vízzel az özönvíz után? Az ateisták jogosan tesznek fel ilyen kérdéseket, nekünk pedig tudnunk kell rájuk a válaszokat. Hogyan élik a jégkorszak a Bibliába? Miért csak Ausztráliában vannak kenguruk? Hol volt az Édenkertje? Mit csinált Isten a teremtés előtt? Ezernyi olyan kérdés van, amire tudnunk kell a választ, ha Krisztushoz akarjuk vezetni az elveszetteket. Azért imádkozom, hogy miután megnézték ezt az előadást, a hovind elméletet, másképp tekintsenek a világtörténelemre. De ez csak egy elmélet, és nem is ragaszkodok hozzá, ha valaki hibát talál benne, nyugodtan szóljon, hogy ki tudjam javítani. Sokan tanulmányozták az elméletemet az elmúlt 16 évben, de senki nem talált még benne súlyos hibát. Ha önök közül valaki mégis találna hibát, csak szóljon. Ma alapvetően három dologról fogok beszélni, a teremtésről, amit csak érinteni fogok, aztán az átokról, és végül a katasztrófáról, vagyis az özönvízről. Kezdjük a teremtéssel. A Biblia ezt írja, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Az özönvíz előtt az emberek 900 évig éltek. El tudják képzelni, mennyi mindent lehet megtanulni 900 év alatt? Sokan nem tudják, de Ádám tudott a világ összes nyelvén. Mert akkor csak egy nyelv volt. Ráadásul a világ szépe volt a felesége. Nagyon más volt a világ az özönvíz előtt, de ezzel a második videónk foglalkozik. A 2 Péter 3-ban olvassuk, tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak. Tudták, hogy egyesek kigúnyolják a Bibliát? Teszik ezt azért, mert a kívánságaik szerint élnek. Nem akarják, hogy Isten megmondja nekik, mit csináljanak, ez a lényeg. Már 90 egyetemi vitán vagyok túl, és vagy 7000 rádió és tévé interjún, de még nem találkoztam kivétellel. Meggyőződésem, hogy az emberek kizárólag a kívánságaik miatt gúnyolják ki a Bibliát, nincs tudományos érvük, ami a Biblia ellen vagy az evolúció elmélet mellett szólna. Nem akarják, hogy Isten megmondja nekik, mit csináljanak, ez a lényeg. A gúnyolódók azt kérdezik, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Ez az uniformitárius doktrína. Minden úgy van, most is, ahogy régen volt, és csak lassú, nagyon lassú fejlődés van. Erről bővebben a negyedik videón. A Biblia szerint a gúnyolódók szándékosan megfeledkeznek dolgokról. Szándékosan tudatlanok. A görögben ez szándékosan ostobát jelent. A gúnyolódók nem akarják tudni, hogyan teremtette Isten a mennyeket, így többes számban, és az sem, hogy a Föld víz által és vízből állt elő. Bővebben a második videón. Nem akarnak tudni a teremtésről, és az özönvízről sem.
Az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. Isten nagyjából 6000 éve teremtette a világot, az özönvízet pedig úgy 4400 éve küldte a világra. De nem akarják elismerni, hogy Isten teremtette a világot, mert ha a világ isteni, akkor az ő szabályai szerint kell élni, és nem akarják elismerni, hogy volt özönvíz, mert ha volt, akkor e szerint Istennek joga van megítélni a teremtményeit. Nekünk keresztényeknek tudnunk kell, milyen volt a teremtés, és mit tett az özönvíz a világgal, hogy meg tudjuk érteni, miért olyan a mai világ, amiben missziói szolgálatot kell végeznünk, amilyen. A gúnyolódók nem akarnak tudni a végítéletről sem. Pedig végítélet az lesz, hölgyeim és uraim, mindenütt a Földön. Tehát a gúnyolódóknak nem tetszik se a teremtés, se az özönvíz, se a végítélet gondolata. Ellenben, ha mi megpróbáljuk megérteni ezt a három dolgot, hatékonyabban tudunk missziói szolgálatot végezni a világban. A Biblia tanítása szerint Isten teremtette a világot úgy 6000 éve, a világ tökéletes volt, a dinoszauruszok együtt éltek Ádámmal és Évával, minden szép és jó volt. Aztán Isten megátkozta a földet a bűnöset miatt. Az Úr azt kérdezte, Ádám, hol vagy? Ádám persze elbújt előle. Csak nem arról a fáról ettél, amiről megparancsoltam, hogy ne egyél? Mi volt Ádám első válasza Isten kérdésére? Az asszony, akit mellém adtál, próbálja áthárítani a felelősséget. Istenem, igazából a te hibád, hogy ezt tettem, mert ha nem adtad volna nekem a nőt, most nem lennék bajban. Ádám, pont olyan, mint mi. Mi is próbáljuk másra hárítani a felelősséget. Szóval először hibás volt Isten és az asszony, de aztán Ádám beismeri, igen, ettem. Aztán megkérdezi Évától, hogy mit tett. Hát a kígyó rászedett, és ettem a gyümölcsből. Nagy vonakodva, ő is bevallotta. Ekkor Isten megátkozza a kígyót, egész életedben a hasadon fogsz csúszni, és port fogsz enni, és megátkozta az asszonyt, a fejered uralkodni fog rajtad, ez van lányok, a férje főnök az átok miatt, ami sok esetben nem is kis átok. Ádámnak pedig azt mondja, legyen a föld átkozott miattad. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy érted. Elképesztő mondat. Isten megátkozza a földet Ádám érdekében. Jó, hogy a föld meg van átkozva, mert így meg kell dolgozni a mindennapi betevőért. Elfoglaljuk magunkat, egész nap dolgozunk, és fáradtan megyünk haza. Mi lenne, ha Isten mindig mindent megadna mindenkinek, és egy percet sem kellene dolgoznunk? Egész nap vétkeznénk, és azon gondolkodnánk, hogyan kerüljünk bajba. Ez a gond a jóléti programjainkkal. A Biblia jóléti programja egyszerű, aki nem dolgozik, ne is egyék. Én is ezt alkalmaztam oda-haza a gyerekeken. Aki nem dolgozik, nem kap enni. Nagyon gyorsan rászoktak a munkára. Reggel kaptak egy listát, hogy mit kell megcsinálniuk, ágyazd be, írd meg a leckét és a többi. Este leültünk vacsorázni, elmondtuk az asztali áldást, de mielőtt bárki hozzáláthatott volna az evéshez, jött az ellenőrzés. Fiam, te nem ágyaztál be, lányom, te nem írtad meg a leckét, úgyhogy most fejezzétek be a munkát, aztán ehettek. Csak egyszer volt szükség erre. Aki nem dolgozik, ne is egyék, ez Isten jóléti programja. Amerikában viszont nagy gond van, mert azért fizetünk, hogy emberek ne dolgozzanak. Isten értünk átkozta meg a földet, a munka jó dolog, csodálatos terápia. Az Úr mondta, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe. Vagyis meg fogsz halni. Aztán jött az özönvíz. Az 1 Mózes 6-ban olvassuk, látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön. Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. És azt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, mert megbántam, hogy alkottam őket. És megtelt a föld gonoszsággal. Ezért azt mondta Isten, ennyi volt Noé, menj és építs egy bárkát. Noé pedig szólt a gyerekeinek, fiúk, hozzatok fát, bárkát kell építenünk. És a fiúk elmentek fáért, és építettek egy nagy hajót. Sokan kérdezik, hogy miért küldött Isten özönvizet az egész világra, miért nem csak a rossz embereket ölte meg. Nem kegyetlenség elpusztítani az egész világot, hiszen a pingvinek például nem vétkeztek. De Isten elpusztította az egész világot. Van pár dolog, amit végig kell gondolnunk. Az özönvíz nyomot hagyott maga után, egy csoda nem hagyott volna. Isten mondhatta volna, hogy halljon meg mindenki kivéve Noét és a családját. Milyen nyomot hagyott volna maga után egy ilyen csoda? Az özönvíz nyomait ma is láthatjuk, hogy emlékezzünk Isten bűn feletti ítéletére.
Amikor Isten szólt Noénak, hogy építsen hajót, azzal időt adott a többieknek is. Noé odakint építette a bárkát, nem tudjuk meddig, mert a Bibliából nem derül ki, de biztosan sokáig építette. Az emberek nézték, mit csinál, és azt kérdezték, ember, elment az eszed? Mit csinálsz? Mire Noé azt felelte, haver, jön az eső. Ne feledjék, hogy az özönvíz előtt valószínűleg soha nem esett az eső. Noé tehát olyasmiről prédikált, ami soha nem történt meg. Azt mondta, képzeljétek, víz fog lehullani az égből. Mire a többiek? Persze. Ilyesmi még sosem történt. Azt hitték, Noé meghibbant, de mi is ezt csináljuk ma. Azt magyarázzuk az embereknek, hogy egy nap leszáll az Úr a mennyből egy angyallal, aki a felhők közt megfújja a trombitáját, és a mennybe mennek először a baptisták, ez csak természetes, aztán a többi hívő, az emberek meg csak néznek ránk, persze. Nem láttak angyalt trombitálni a felhők között, és senkit nem láttak mennybe menni. Olyasmiről beszélünk, ami még sosem történt meg az emberiség történelme során. Mint Noé. Azt mondta, történni fog valami, de az a valami addig nem történt meg. Amíg erről prédikált, esélyt adott az embereknek a bűnbánatra. Van, aki erre azt mondja, micsoda, annyi eső esett, hogy még a Mount Everestet is ellepte. Az egyik vitám során egy ateista azt mondta, tudja, hogy amikor eső esik, hő szabadul fel a légkörben? Persze, hogy tudom, látens hőnek nevezik. Hová akar kiukadni, uram? Hát, ha annyi eső esne, hogy a víz ellepje a Mount Everestet, a felszabaduló hőtől felforna a világ. Teljesen igaza van, uram. Szóval akkor mégsem esett annyi eső, hogy ellepje az Everestet? Nem, és nem is mondtam ilyesmit. Akkor a víz nem lepte el az Everestet? Hát, szerintem a Mount Everest akkor még nem is létezett. Szerintem a hegyek csak az özönvíz vége felé alakultak ki. Ezt tanítja a Biblia 104. Zsoltárban, erre később vissza fogok térni. Tehát szerintem nem esett annyi eső, ami ellepte volna az Everestet, és nem is ismerek keresztjént, aki ezt tanítaná. A földet ellepte a víz, de a víztömeg nagyobb része nem esőből származott. Az ateisták azzal érvelnek, hogy ha annyit esne, hogy a víz ellepje az Everestet, megfőne a világ. Ebben igazuk van, csak éppen senki sem állította, hogy ennyi eső esett volna az özönvíz során. Számos özönvíz elmélet létezik. Hamarosan ismertetem az én elméletemet, a Hovind elméletet. Azért nevezem így, mert nem akarom, hogy mást hibáztassanak, ha valami hibát találnak benne, csak engem. Nincs más célom az elmélettel, csupán annyi, hogy a tudományos bizonyítékokat egy sajátságos megvilágításba helyezzem, és ki tudja, talán tényleg így történtek a dolgok. De előbb még tisztázzunk pár dolgot. Az eredetileg teremtett világ nagyon más volt. A Biblia azt írja, hogy a föld kérge alatt is volt víz. A 24. Zsoltárban az áll, hogy az Úré a föld, ő vetette meg alapját a tengereken. Érdekes ige szakasz. Isten a vízre építette a földet. 33. Zsoltár. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. A víz, ami ma a tengerek medrében van, valamikor a föld kérge alatt volt elraktározva hatalmas felszín alatti üregekben. 136. Zsoltár a földet a víz fölé terítette. Érdemes jól odafigyelni arra, amit a Zsoltáros mond, mert a teremtés egyik részletéről beszél. Aztán fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, a víz, ami a kéreg alatt volt, feltört a kéreg alól. Jób 38. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött. Annak mondom, aki még nem látott gyereket megszületni, amikor megreped a magzatburok, az nem semmi látvány. Az egyik barátom felesége gyermeket várt, és épp a reggelit készítette a konyhában, amikor elfolyt a magzatvize. Placs! Magzatvíz volt mindenütt a padlón. A férje kirohant hozzá, hogy megnézze, mi történt, de elcsúszott és eltörte a karját, a felesége vitte be a kórházba. A gyermekeim mind odahaza születtek, és amikor a feleségemnek elfolyt a magzatvize, az mindent eláztatott a környezetében. Ugyanerről olvashatunk a Bibliában, Jób könyvében, ahol Isten beszél, hogy amikor fölfakadt a mélység forrása, a víz kitört a föld kéreg alól. Aztán így folytatja. Amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Ez ellene áll büszke hullámaidnak. Úgy gondolom, hogy ma is láthatóak azok a sebek a földön, ahol feltörtek a mélység forrásai. Ezeket hívjuk törésvonalaknak. Tanulmányoztam a Szent András, a Hayward és a Golden törésvonalat, és még számos törésvonalat. Nyilvánvaló, hogy a földkéreg lemezekre van törve, és hogy ezek a lemezek mozognak. Ez a mozgás okozza a földrengéseket, a cunamikat és a vulkánkitöréseket, ez nem is kérdés. A kérdés csupán az, mikor tört lemezekre a földkéreg.
Szerintem durván 4400 éve az özönvíz legelején. Az evolucionisták ebben a Pangea elmélet bizonyítékát látják. A kontinensek összeillenek, Dél-Amerika tökéletesen passzol Afrikához. De itt álljunk meg egy percre. Ki hallotta már a Pangea szót? Ez volt az állítólagos őskontinens. Pár dolgot azért érdemes elmondani a kontinens vándorlás elméletéről. Azt mondják, hogy Dél-Amerika és Afrika összeillik. Igen, a házam és a szomszéd háza is összeillik, de jelent ez valamit? Dehogy jelent. Azt biztos nem jelenti, hogy sorházban laktunk valamikor, ami családi házakra szakadt, amikor az utca megnyúlt. Pusztán véletlenről van szó. A kontinensek alakjában felelhető hasonlóság véletlen, ami a vízszignek köszönhető. Érdekes, hogy a kontinens vándorlást azzal bizonyítják, hogy a kontinensek összeillenni látszanak, és hogy hasonló fosziliákat találtak az óceán két partján, ami lehet, hogy igaz, de az is igaz, hogy ezeket a fosziliákat a világ szinte minden pontján fel lehet lelni. Ez utóbbi pedig sokkal inkább az özönvíz bizonyítéka. Mert milyen messzire viheti egy özönvíz az állatok tetemét? Hát jó messzire. Azt is mondják, hogy az Atlanti hátságrendszer alatt mágneses anomáliákat észleltek. Azt persze nem mondják el, hogy majdnem a felére zsugorították Afrikát, hogy passzoljon. Azt sem mondják el, hogy Mexikót és Közép-Amerikát ki kellett vágni. És az sem, hogy Európát és Dél-Afrikát az óramutató járásával ellentétes, Afrikát az óramutató járásával megegyező irányba kellett elforgatni, hogy passzoljanak. És van itt még valami, ami egy óvodásnak is feltűnne. Tudják, hogy az óceánok fenekén homok van? Szóval az óceánoknak van feneke. Ki hallott már erről? Szóval akkor a kontinensek valamikor össze voltak kapcsolva? Mi? Most is össze vannak kapcsolva, nem csak voltak, és mindig is össze voltak kapcsolva. A Földnek ugyanis van kérge. A mélyebb részeket persze víz borítja, de a tankönyvek szerint az Atlanti hátságrendszer alatt fordított mágnesezettségű rétegek vannak. Ez ostobaság. Nincsenek ilyen rétegek, legfeljebb csak pár helyen, ahol a kőzett tömbök felfordultak, amikor a mélység forrásai feltörtek. De ez a fordított mágnesezettség dolog egyszerűen hazugság. A Science magazin egyik régi számában valaki azt írta, nyilvánvaló, hogy a homogén mágneses térben elhelyezett kőzetrétegek mágneses polaritása nem lehet ellentétes. Amit a tankönyvekben írnak erről a témáról, az egyszerűen nem feri a valóságot. Wolf Brownnak van egy remek könyve a kezdetben. Volt egyébként a barátom, a fizika doktora, a Légierő Akadémiáján tanított éveken át, ettől függetlenül nem mindenben értek egyet vele. Viszont a könyvét csak ajánlani tudom. Remek dolgokat ír erről a fordított mágnesezettség dologról. Azt írja, hogy nem létezik, csak erősebb és gyengébb mágneses terek léteznek. Egyébként jó nagy felfordulás van az Atlanti hátság alatt. Az elmúlt 150 évben a Föld mágneses mezője mintegy 10%-kal gyengült, az elmúlt 1000 évben pedig 40%-kal. Bizonyított tény, hogy a Föld mágneses mezője gyengül. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valamikor erősebb volt. Ha pedig a Föld mágneses mezője gyengül, akkor gond van, mert ha visszamegyünk az időben úgy 25 ezer évet, olyan erős mágneses mezőt kapunk, amiben az élet nem létezhet a keletkező hő miatt. Az evolucionisták így oldják meg a problémát. A mágneses mező gyengülése biztosan a pólusváltás egyik előjele. De a pólusváltást soha nem figyelték meg, csak a mágneses mező gyengülését. Szerintem Walt Brown elmélete a legjobb a kontinens vándorlás témában. Most jöjjön egy bejátszás, amin Dr. Brown beszél a hidrolemez elméletéről, ami számomra sok kérdést megválaszolt. A Föld felszínén 17 olyan furcsa geológiai formáció található, amit ma már logikusan lehet megmagyarázni egy bolygó méretű özönvízzel, amit a felszín alatti üregekben lévő víz feltörése okozott, melynek ereje meghaladta 10 milliárd hidrogénbomba erejét. Ez az elmélet megmagyarázza, miért alakultak ki rövid idő alatt a hegységek, megmagyarázza, hogyan keletkeztek a kőszenet és kőolajat tároló rétegek, hogy miért sodródnak a kontinensek, és hogyan alakultak ki a vulkánok és hatalmas tengeri árkok a tenger fenekén. Megmagyarázza a földtani rétegeket is, és a fosziliák egy részének eredetét. Az úgynevezett jégkorszakokat és a kanyonok kialakulását is. Az özönvíz előtti Földön valószínűleg egyetlen szuperkontinens létezett.
melyet buja növényzet borított tengerekkel, folyókkal és kisebb hegyekkel. A hidrolemez elmélet szerint az özönvíz előtti föld kérge alatt óriási mennyiségű víz volt elraktározva, a mai óceánokban lévő vízmennyiség mintegy fele. Ez a víz egymással kapcsolatban lévő üregekben volt, és egy nagyjából 800 méter vastagságú réteget alkotott, körülbelül 16 kilométerrel a föld felszíne alatt. A felszín alatti üregekben megnövekvő nyomás hatására a hidrolemez fölötti réteg nyúlni kezdett, mint egy léggömb, aztán mikroszkopikus repedések jelentek meg a kérgen, amelyek két irányba futottak, másodpercenként mintegy 5 kilométeres sebességgel. A repedés a legkisebb ellenállás irányában haladva, nagyjából 2 óra alatt végigfutott az egész bolygón. Ahogy a repedés végigszáguldott a felszínen, a földkéreg úgy hasadt fel, mint amikor valaki eltép egy kifeszített lepedőt. A felszín alatti vizekre óriási nyomás nehezedett a 16 kilométer vastag kőzetrétegből adódóan. Ezért a repedésből iszonyatos erővel tört fel a víz. A számítások szerint ebből az egész földön végigfutó repedésből hangsebességgel tört fel a víz, és mintegy 32 kilométeres magasságba lövelt. Ez a borzalmas mennyiségű víz olyan esőáradatot okozott, amihez hasonlóra sem az árvíz előtt, sem azután nem került sor a bolygónkon. A Biblia azt írja, hogy a mélység összes forrása egyetlen nap fakadt fel, majd azt is leírja, hogy pontosan mi történt nagyjából 4,5 ezer éve. Mindezt ma már tudományosan is bizonyítani tudjuk a hidrolemez elmélet segítségével. A mélységből feltörő víz és a légkörbe kerülő vízgőz iszonyatos erejű szelet generált. A víz egy része a hideg stratoszféra fölé lövelt, majd túlhűtött jégkristályokká alakulva rettenetes jégvihar alakult ki, amely pillanatok alatt eltemetett, megfojtott és megfagyasztott rengeteg állatot. A nagy nyomású vízsugár erodálni kezdte a repedés két oldalán lévő kőzetréteget. Emellett felkapta az özönvíz előtti tengerek meszes tartalmát is. Az iszapos vízben lévő óriási mennyiségű üledék lerakódott a föld minden pontján, eltemetve állatokat és növényeket. Így jöttek létre a ma kiásott fosszíliák. Az özönvíz tövestől tépett ki és sodort el növényeket, amelyek egyes helyeken felhalmozódtak, majd rövid idő alatt szénni, illetve kőolajjá alakultak olyan folyamatok révén, amelyeket laboratóriumi körülmények között modellezni tudunk. Kísérletekből tudjuk, hogy az erózió miatt egyre szélesedő repedés végül olyan széles lett, hogy a hidrolemez alatti, korábban óriási nyomás alatt lévő kőzetréteg feltüremkedett, létrehozva az óceáni hátságokat, melyek úgy futnak végig a bolygónkon, mint a varrás a baseballlabdán. A kontinentális lemezek alattuk még némi vízzel, ami mint egy kenőanyagként szolgált, lecsúsztak a kiemelkedőben lévő óceáni hátságról. Amikor az egyre gyorsabban csúszó lemezek elérték az óránkénti mintegy 70 kilométeres sebességet, ellenállásba ütköztek, összenyomódtak, eltörtek, megvastagodtak, végül összegyűrődtek. Ott, ahol a lemezek a vízből kiemelkedve gyűrődtek össze, hegyek jöttek létre, ahol pedig lefelé gyűrődtek, tengeri árkok. Ezért van az, hogy ezek a formációk többnyire párhuzamosan futnak az óceáni hátságokkal, amelyekről lecsúsztak. Ahogy a lemezek lecsúsztak a hátságokról, mögöttük mély medencéket hagytak, amelyekbe aztán az özönvízből származó víz visszahúzódott. A kontinentális lemezeken kisebb medencék is maradtak, ezekből lettek az özönvíz után a tavak. A tavak vízszintje az esőzések után megemelkedett, aminek következtében a víz kilépett a tómederből a meder legalacsonyabb pontján, mint egy éket vágva a medret kialakító üledékes kőzetbe. Ettől egyre több víz kezdett kiömleni a tóból, egyre nagyobb sebességgel, egyre mélyebb árkot ásva. Ez a folyamat addig gyorsult, amíg a tavak összes vize egészen mély árkot nem vájt a kőzetbe, létrehozva egy kanyont. A legnagyobb mind közül a Grand Canyon lett. A Grand Canyontól északkeletre volt valamikor egy óriási tó, amit én Grand Tónak neveztem el.
A Grand tóból több víz ömlött ki, mint amennyi a nagy tavakat alkotó 5 tó medrében ma található. A Grand tó vize tehát a mai Arizona államban lévő Grand Canyont mindössze néhány hét alatt válta ki iszonyatos erővel. Ez volt tehát Walt Brown hidrolemez elmélete, ami szerintem az egyik legjobb elmélet. Több dolgot megmagyaráz. Ahogy a repedés egyre jobban kiszélesedett az óceáni hátság közepén, a mélyebben lévő bazalt rétegeknek fel kellett törniük, és ez pontosan így is történt. Amikor a bazalt felgyűrődött, repedések keletkeztek benne, a felette lévő kőzet rétegek pedig lecsúsztak róla. Aztán ezek a rétegek ellenállásba ütköztek, és olyan hegységek alakultak ki, mint például Brit-Kolumbiában. Az ottani hegyek úgy össze vannak gyűrődve, mint egy szőnyeg, amit neki toltak a falnak. Keresztényként meg kell tudnunk magyarázni ezeket a dolgokat, és ez egy lehetséges magyarázat. Amikor a bazalt megrepet, a víz befolyt a repedésekbe, és lehűtötte. A hideg kő megtartja a mágnesességét, a forró kő elveszíti. Tehát nem fordított mágnesezettségű kőzettömbeket találtak a hátság alatt, hanem a repedéseket, ahová a víz befolyt, lehűtve a bazaltot. Ezek a repedések minden bizonnyal tele vannak üledékkel. A lényeg, hogy ne dőljenek be ennek a fordított mágnesezettség dolognak, a hidrolemez elmélet jobb magyarázatot ad. Ahogy a kontinensek sodródtak, bizonyos lemezek alájuk kerültek, ez a szubdukció. Baumgartnernek van erről egy remek elmélete. Olyasmiről beszél, mint a pille a puding tetején. Ha az ember lenyomja, lesüllyed a puding aljára, és magával viszi a csoki reszeléket. A magmával ugyanezt történik. Amikor a láva lehűl, a teteje megkérgesedik, aztán, ha egy darab lesüllyed, az magával visz egy jó adag lávát. Az özönvíz során is így történhetett. Az eső eróziót okoz földcsuszamlás, sárcsuszamlás, hegyomlás és hasonlók formájában. Multiel is nagy felhőszakadás volt itt Chattanoogában, nyilván ez is okozott némi eróziót. A kontinensekről lemosott sár az óceánba kerül, és két dolog történik. A hegyek egyre kisebbek lesznek, az óceánok pedig lassan megtelnek iszappal. Az erózió jelenlegi sebességét figyelembe véve, a kontinensek 14 millió év alatt laposra fognak erodálódni. Az evolucionisták tehát nagy bajban vannak, mert nem tudják megmagyarázni, hogy miért nincsenek tele az óceánok iszappal, mert az óceánokban csak pár ezer évnyi iszap található. És miért nem tüntette el az erózió hegyeket mostanra? Ezért olyan fontos nekik a kontinensvándorlás elmélet, így azt mondhatják, azért nincs annyi iszap, mert a Föld újra felhasználja, a rétegek egymás alá gyűrődnek, aztán megolvadnak, közepén pedig újra feltörnek. Ez nem lehetetlen, de az sem lehetetlen, hogy azért nincs ott annyi iszap, mert a Föld nem több milliárd éves. A kőzetlemezek mozognak, ehhez nem férhet kétség, de ez nem bizonyítja, hogy mindig mozogtak, és az sem bizonyítja, hogy mindig olyan sebességgel mozogtak, mint ma. A diákoknak el kellene mondani, hogy más alternatíva is van azon kívül, amit nekik tanítanak. Én Pensacolában lakok pont a 10-es főút mellett, ami Los Angeles és Jacksonville között húzódik. Ha valaki a 10-esen halad 110 km/órával kelet felé, az bizonyítja, hogy 4 napja indult el Los Angelesből. Nem. Az is lehet, hogy csak az előző városnál hajtottak rá a 10-esre. Pusztán azért, mert ma látjuk, hogy a kontinensek mozognak, még nem vonhatunk le messze menő következtetéseket a világ történelemre nézve. A kontinensvándorlás elméletét azért találták ki az evolucionisták, hogy kiküszöböljenek két problémát. Az első, hogy a Föld mágneses mezője gyengül, a második pedig az óceánok fenekén található túl kevés iszap. Félnek attól, hogy a Bibliának van igaza, és a Föld nem több milliárd éves. Mit mond a Biblia jégkorszakról? Jégkorszak volt, ehhez nem férhet kétség, a jég lejött egészen Kansas City-ig. Önök közül kik laknak Ohio-ba, vagy Indiánában, vagy valamelyik államban, amit régen jégborított? Megjegyzem, télen még most is jégborítja ezeket az államokat. De azért ezekben az államokban tényleg számos dolog bizonyítja, hogy jégkorszak valóban volt. Amikor a jég előre tör, kőhalmot görget maga előtt. Aztán a jég elolvad, de a kőhalmok maradnak, ezt hívjuk végmorénának. Ha a köveket szétteríti a jég, akkor alakul ki az oldalmoréna. Amikor a jég elolvad, tavakat is hagy maga mögött, gletszer tavakat, Minnesotában több ezer ilyen tó van. Ahogy a jég elolvad, a talaj felemelkedik, néha nem is kicsit, mert már nincs rajta a jég nyomása. Ez az izosztatikus kiegyenlítődés. Nem kérdés, hogy ezek a dolgok megtörténnek. A kérdés csak az, hogy hogyan illeszkedik ez a Bibliába.
És mitől fagytak meg a mamutok? Ráadásul némelyik állva fagyott meg, a fogain még ott volt az étel, amit korábban megrágott. Mi történt a mamutokkal? Azt olvastam, hogy valamelyik évben 20 ezer mamut agyart ástak ki régészek. Egy év alatt 20 ezeret. Becslések szerint 5 millió mamut pusztult el egyetlen katasztrófa során. A piros pontok jelzik, hogy hol találtak jégbefagyott mamutokat. A sárga pontok azt jelzik, hogy hol találtak jégbefagyott rinocéroszokat. Mi történt a mamutokkal? Néhány mamut álló helyzetben fagyott meg, a gyomrukban és szájukban emésztetlen étellel, ami érdekes. Fulladás okozta a halálukat, de a tüdőben nem találtak vizet. A vérükben lévő apró jégkristályok alapján megállapítható, hogy kevesebb, mint 5 óra alatt fagytak meg. Ehhez nagyjából mínusz 150 fok kellett. A Földön még sosem mértek mínusz 150 Celsius fokot, a National Geographic szerint a legalacsonyabb hőmérséklet, amit feljegyeztek, az mínusz 52 Celsius volt. Az jó hideg azért, de nem elég hideg ahhoz, hogy megfagyasszunk vele egy mamutot 5 óra alatt. Akkor hogyan fagytak meg? 1999-ben Alaszkában prédikáltam, és egy kis hajóval elmentem megnézni a Portage Gletschert, és közben elbeszélgettem egy fickóval a hajón. Megkérdeztem tőle, mi a foglalkozása, azt felelte, hogy olajat fúr Barrowban, Alaszkában. Megkérdeztem, hogy fúráskor nem találnak-e érdekes dolgokat. Azt felelte, el sem hinném, míg befúrnak bele. Pár hónapja például 300 méter vastag fagyott földön, permafroston fúrtunk keresztül, amikor fadarabok jöttek föl. Mindig kirakjuk a földre, amit felhoz a fúró, hogy tudjuk, milyen képződményhez ért a fúrófej. Képzelje, egy fát fúrtunk keresztül, ami függőlegesen állt. 90 méter magas volt, és függőlegesen állt 300 méter permafrost alatt. Pár éve prédikáltam Barrowban. Barrowban csak egy fa van, kb. Ekkora, és egy kínai étteremben próbálják életben tartani. Mert elég sokat van sötét arrafelé télen. Barrowban nincs egyetlen fa sem, 90 méter magas pedig aztán végképp nincs. Az egész világon alig van 90 méter magas fa. Hogy kerül egy 90 méter magas fa 300 méter fagyott föld alá álló helyzetben? Mi történhetett vele? Mindjárt ismertetem a Hovind elméletet, ami megadja a választ, de előtte jöjjön egy rövid természettudományóra. Sokan segítettek nekem abban, hogy kidolgozzam az elméletem, például Walt Brown és Henry Morris, meg Baumgartner, mind nagy hatást gyakoroltak rám a könyveikkel, de ha valami nem stimmel benne, azért csak engem terhel a felelősség. Akkor most jöjjön a természettudományóra. Az inverz négyzetes törvény kimondja, hogy ha két test vonzza egymást, mint a Hold és a Föld, akkor a tömegvonzás ereje fordítottan arányos a két test közötti távolság négyzetével. Ez lefordítva annyit jelent, hogy ha a Hold-Föld távolságot az egyharmadára csökkentjük, akkor az egyharmadból három lesz, azt négyzetre emeljük, és megkapjuk, hogy kilencszeresére nőtt a gravitációs vonzás. Az inverz négyzetes törvény vonatkozik a gravitációs erőre, a fényre, a mágneses terekre és a lányokra. Én minden héten úton vagyok. Az elmúlt 14 évben talán, ha 8 vasárnapot töltöttem otthon. Múlt évben 215 alkalommal repültem, és 210 napot voltam távol. De azért minden héten hazamegyek. 3 méterről ezt kapom a feleségemtől. Szia, édes, hogy vagy? Fele akkora távolságból 4-szer olyan vonzónak találom, mint 2-szer. Ha újból megfelezem a távolságot, akkor már túl késő. Úgyhogy srácok, tartsátok a 3 méteres távolságot, és nem kerültök bajba. Szóval ez volt az inverz négyzetes törvény. Most még arról is beszélnünk kell, hogy hogyan viselkednek a forgómozgást végző testek, ha valami beléjük csapódik. Ha hozzávágnak egy követ, például egy búgócsigához, az egy darabig imbolyogni fog, aztán folytatja a forgást, de általában valami őrült szögben. Meg is lehet határozni, hogy mikor érte az ütés, ha megnézzük, milyen pályát írt le imbolygás közben. Érdekes. A Föld egyértelműen végzett imbolygó mozgást, az északi sarkpont helyzete megváltozott. A Föld ma 23,5 fokban meg van dőlve, ezért állnak a földgömbök olyan csálén. A Stonehenge egy érdekes kőépítmény. Elvileg azért építették, hogy itt imádják a napot a nyári napfordulókor. Ma azonban a Stonehenge tájolása nem jó.
Amen-Ra templomát szintén azért építették, hogy a nyári napfordulókor imádhassák a napot, az év leghosszabb napján, de az sincs jól tájolva. A föld meg van dőlve, ez okozza az évszakokat. Ez általában június 21-ére esik, ekkor van az év leghosszabb napja. Ennek az az oka, hogy az északi félteke a nap felé dől. Ilyenkor jó sokat süt a nap, az északi sarkon pedig egész nap süt a nap. George Dodwell, a híres ausztrál csillagász, behatóan tanulmányozta az ősi csillagászok által feljegyzett napforduló árnyékokat. Azt mondja, úgy néz ki, mintha valami a földnek csapódott volna. Amikor követte a napforduló árnyékok által adott hullámos vonalat, arra jutott, hogy valami 4350 évvel ezelőtt a földnek csapódott, amitől a föld pár ezer évig imbolygott. Ma a föld elég stabil, az északi sarkpont nem igazán mozdul el a helyéről. De lehet, hogy valami tényleg belecsapódott a földbe az özönvíz idején? A tudományos bizonyítékok ebbe az irányba mutatnak. Érdekes. A hideg időről először az 1 Mózes 8:22-ben van említés a Bibliában, az özönvíz után. Szerintem a sarkokat nem borította nagy mennyiségű jég az özönvíz előtt. Nemrég Kanadában repültem egészen északra, aztán meg északabbra autóztam, egészen Saskatchewanig. Csak valahol itt jártam, és még van jó sok föld innentől északra, de azt mondják, ettől a vonattól északabbra már nem nagyon él senki, mert nem igazán lehet földet művelni a zord klíma miatt. A bolygónk északi és déli sarkköreinek közelében óriási területek vannak, amelyek nem alkalmasak földművelésre. A Biblia szerint Isten azért teremtette a Földet, hogy mi emberek benépesítsük. Szerintem a Föld ma már alig hasonlít arra, ami ennek Ádám és Éva látta. A másik dolog, amit végig kell gondolni, hogy a Holdon kráterek vannak, mégsem látjuk soha, hogy valamikor belecsapódna valami. Hogyan keletkeztek a Hold kráterek? A Merkuron is vannak kráterek. Azok hogyan keletkezhettek? A Marson van egy, a Grand Canyonnál is nagyobb kanyon. A tudósok megállapították erről a Mars kanyonról, hogy mindössze pár hét alatt jött létre. Azt mondták, a közelében volt egy kráter, benne olvadt vízzel, az elkezdett kiömleni a kráterből, és kiválta ezt a kanyont pár hét alatt. Ennyi már, hogy lehet az, hogy a Mars kanyonról kimerik mondani, hogy pár hét alatt vált ki a víz, pedig a Marson nem is találnak vizet, a Grand Canyonról viszont nem merik kimondani ugyanezt, pedig a Földön van víz bőven. Micsoda ostobaság ez. Szerintem ezt ők is tudják. A kráter pereme átszakadt, a víz kiömlött, és pár hónap alatt kiválta a kanyont, mondta az egyik tudós. Van még egy dolog, a Meissner hatás. Kilátott már olyat, hogy egy mágnest a másik fölé helyeztek, és az lebegni kezdett. Ez a Meissner hatás. A japán mágnesvonatok is ezen az elven működnek. Mennek, mint a szél. Lebegnek a pálya fölött. A lebegésnek köszönhetően nincs súrlódás. És még egy dolog. Az űrben üstökösök röpködnek. Ezek az üstökösök nagyon hidegek, mínusz 150, mínusz 200 Celsius a hőmérsékletük, úgyhogy nem ajánlom, hogy valaki megnyaljon egyet. Kíváncsi vagyok, hogy a jelenlévők között volt-e valaki, aki olyan ostaba volt, mint én gyerekkoromban. Hány embernek ragadta a nyelve fémkorláthoz, mert megnyalta a tél kellős közepén? Na, őszintén, ki csinált ilyet? Köszönöm. Higgyék el, mínusz 200 fokos üstökösöket nem okos dolog megnyalni. Ha túl nagy erővel hajítunk el egy hógolyót, darabokra fog hullani. Ágyúban lehetetlen hógolyót kilőni, mert szétesik, még mielőtt kilépne a csőből. Ha egy szuperhideg meteor közelítené meg a Földet, az inverz négyzetes törvény miatt egyre jobban felgyorsulna, és a nagysebesség miatt még az űrben darabokra hullana. Lenne belőle sok milliónyi apró jégkristály, ami aztán a Földre hullana szuper hideg hó formájában. Még valami. A Föld mágneses mezője elég erős, de gyengül, és az özönvíz idején 15-20-szor erősebb lehetett a mainál. A mágneses mező a szuper hideg jég javát a sarkok irányába terelte. Ráadásul a szuper hideg jeget könnyű statikusan feltölteni. A sarki fényt a Föld mágneses mezője okozza. Hányan látták a sarki fényt? Gyönyörű látvány, érdemes megnézni. Én Kanadában és Dél-Dakotában láttam, hihetetlenül szép.
Szóval az özönvíz előtti világ nagyon más volt. A légkör fölött valószínűleg volt egy vízből vagy jégből álló kupola, bár vannak kreacionisták, mint Walt Brown, akik ezzel nem értenek egyet. Mondjuk az érveikre már megvannak a válaszaim, és ha akarják, el is mondom. Még valami. Ki a csoda volt Péleg? Az 1 Mózes 10... Egyébként nem szívesen mondok ilyet a Bibliáról, úgyhogy Istenem, most egy kicsit ne figyelj ide, de az 1 Mózes 10 unalmas. Ott benne az a sok név, amiket az égvilágon senki nem tud kiejteni, és ez nemzette ezt, az meg azt. Unalmas, hosszú fejezet a nemzésről. Aztán egyszer csak elérünk a 25. vershez. Hébernek is lett 2 fia, az egyiknek neve Péleg. Az ő idejében osztatott el a föld. Testvérének neve pedig Joktán. Na várjunk csak egy percet. Senki másról nem olvasunk semmit, csak Pélegről. Miért? Az ő idejében osztatott el a föld. Aztán még a testvére nevét is megtudjuk. A többiek testvéréről nem tudtunk meg semmit. Az ő testvéréről miért esik említés? A Joktán jelentése lerövidít, a Pélegé megosztani. Péleg az özönvíz után úgy 100 évvel született. Ő csupán 239 évig élt. Az apja és a nagyapja 400 évet is megélt. Ő miért nem? Mi történt Péleg idejében? Az özönvíz előtti világban tehát víz volt a légkör felett és a földkéreg alatt. Évekkel ezelőtt frissen megtért keresztényként hoztam egy döntést. 16 éves voltam, és a város összes ateistája engem próbált meg visszatéríteni. Én akkor nehezen tudtam elhinni pár dolgot a Bibliának, ők meg egyre csak mutogatták az állítólagos ellentmondásokat a Szentírásban, és én akkor hoztam egy döntést. Azt mondtam, Uram, egészen addig hinni fogok a könyvednek, amíg valaki be nem bizonyítja nekem, hogy ami benne áll, az nem igaz. A barátaim viszont azt mondták, addig nem hisznek a Bibliának, amíg be nem bizonyosodik, hogy ami benne áll, az igaz. Szerintem ez hiba. Szerintem én döntöttem jól. Azt mondtam, azt is elhiszem neked, Uram, amit nem értek. Sok mindent megértetett már velem, de még vannak kérdéseim. Egyszer egy ateista azt mondta egy papnak, én nem hiszem el, amit a Biblia ír, én csak a tudományban hiszek. Ha csak egy versről is bebizonyítja tudományosan, hogy igaz, hinni fogok benne. A pap azt felelte, jól van, aztán elkapta az ateistát, elkezdte csavargatni az orrát, amitől ömleni kezdett a vér az ateista orrából, aki azt kérdezte, mit csinált maga velem? Mire a pap? Bebizonyítom, hogy a Biblia igazat mond, ha az orrat megcsavarják, vér jön ki belőle. Ezt csak nagyon csökönyös ateistákkal próbálják ki, rendben. Akkor most elmondom a Hovind elméletet, egy remek tanítási módszert fogok alkalmazni, elmondom, mit akarok elmondani, aztán elmondom, és végül elmondom, amit elmondtam. Világos? Gyors leszek, 8 egyszerű lépésben elmondom, mi okozta az özönvizet, és megmagyarázok pár furcsa dolgot, amit ma a bolygónkon látni lehet. Aztán pár dolgot részletesebben is megnézünk, utána pedig befejezzük ezt a témát. Noé és az állatok biztonságban felmentek a bárkára. Egy mínusz 150 fokos jégmeteor szágódott a föld felé, de még a világűrben szétszakadt. A szétrobbant jég egy részét befogta pár bolygó, ebből lett pár bolygó gyűrűje. Ez a jég ütött krátereket a Holdon és más bolygókon, aztán a maradék a földre érkezett és beterítette az északi és déli sarkvidéket. Ez a szuperhideg jég főleg a sarkokra hullott, eltemette a mamutokat álló helyzetben. A sarkokra hulló jég nyomásától a földkéreg megrepett, felszabadítva a mélység forrásait. Ez a terjedő jég okozta jégkorszakot, ez temette be a mamutokat, és ettől kezdett el imbolyogni a föld pár ezer éven át. Ettől omlott össze a kupola is, ami valamikor a földet védte, az özönvíz első pár hónapjában. Az elpusztult állatok és növények a vízbe merültek, és betemette azokat az iszap. A növényekből szén, az állatokból kőolaj lett. A kőszenet és a kőolajat a mai napig meg lehet találni a földben, méghozzá óriási mennyiségben. Az özönvíz utolsó hónapjaiban a föld instabil lemezei elmozdultak. Volt, ahol felemelkedtek, és volt, ahol lesüllyedtek, óceán medreket és hegységeket létrehozva. A lemezekről lezúduló víz óriási kanyonokat vált ki, például a Grand Canyont, mindössze pár hét alatt. Az elkövetkező pár évszázadban a jég lassan elolvadt, a mai szintre húzódott vissza. A megolvadt víztől megemelkedett az óceánok vízszintje, kialakítva a kontinentális talapzatot. A légkörből széndioxidot vont ki,
ami miatt most több sugárzás éri a Földet, lerövidítve az emberek várható élettartamát. Péleg idejében már látható volt a hatás, ma pedig jól láthatjuk, milyen pusztítást végzett az özönvíz. Most lássuk a részleteket. Az Úr azt mondta Noénak, gyere be! Figyelték, mit mondott neki? Mit mondott Isten Noénak? Azt mondta neki, gyere be a bárkába. Nem azt mondta, hogy menj be a bárkába. Azt mondta, gyere be a bárkába. Akkor hol is kellett lennie Istennek? A bárkában. Ez az igazi prédikáció. Gyere velem, Noé, hajókázunk egyet. Gyere be, én itt vagyok veled. Amikor pedig vége lett az özönvíznek, Isten azt mondta Noénak, hogy menjen ki a bárkából, Isten végig vele volt. Nem akármilyen hajóút lehetett az. És az Úr zárta be az ajtót. Ez mellesleg azt is jelenti, hogy akit Isten megváltott, az meg van váltva. Ha ő bezárja az ajtót, és Isten bent van, már nem lehet kiszállni. Aztán jött a mínusz 150 fokos jégmeteor, szétesett, létrehozta a krátereket a Merkúron, a Holdon, négy bolygónknak pedig gyűrűje van, méghozzá kőből és jégből álló gyűrűje. Hát nem érdekes? Walt Brown szerint a holdkráterek akkor alakultak ki, amikor feltörtek a mélység forrásai, és köveket löveltek ki a világűrbe. Egy darabig sodródtak, aztán a holdba csapódtak. Lehet, hogy igaza van, én nem tudom. Szerinte az üstökösök földi eredetűek, és a Marson is földi eredetű víz van. Olvassák el a könyvét. A szuperhideg jég főként a sarkokat terítette be, mert a szuperhideg jégre nem csak a mágneses mező van hatással, de statikusan is könnyen feltölthető. Kilátott már Van de Graaff generátort, amitől feláll az ember haja. Ahogy a jégmeteor a föld kezelébe ért, darabokra szakadt, a belőle leváló jég beborította a sarkokat, amitől jó pár száz évig imbolyogni kezdett a föld. Talán pár ezer évig is. A kupola összeomlott, 40 napig esett az eső, a kéreg alatti víz feltört, és 150 napig csak jött a víz fölfelé. És mindenki megfulladt. Valószínűleg 6-8 hónapba beletelt, mire mindenki elpusztult. Sokan azt hiszik, hogy elkezdett esni az eső, és az első nap meg is halt mindenki, pedig nem sokáig tartott, mire mindenki meghalt. Az emberek menekültek és harcoltak a magaslatokért. Egyre kevesebb lett a magaslat, mert lassan mindent ellepett a víz. Mellesleg manapság is találnak az űrben röpködő jégdarabokat. Ebben a cikkben az áll, hogy ma is akkora jégdarabok csapódnak a Földbe, mint ez az előadóterem. Az űrben megolvad, és eső formájában hull alá. Víz, víz, mindenütt az űrben. Erről szól ez a cikk. Aki az északi sarkra megy, az fázni fog, viszont láthatja a jeges tengert. Pár éve elmentem a jeges tengerhez, és az ottaniak azt mondták nekem, hogy van valami különös ebben a tengerben. Itt soha nincs dagály. Na hát, én erre soha nem gondoltam, pedig 15 évig tanítottam természettudományt, és tényleg a jeges tengeren nincs dagály, de kit érdekel, nem igaz? Viszont ott található az Új-Szibéria szigetcsoport, Oroszország partjai közelében. Ezeken a szigeteken találtak megfagyott hiúzokat, tevéket, bölényeket és mamutokat. Mi történt itt? Amikor a déli sarkon belefúrtak a jégbe, a jég alatt szenet találtak. Szeretném megjegyezni, hogy a déli sarkon nincs fa. Egy szál sincs. Bird tengernagy jégbe fagyott pálmaleveleket látott a déli sark közelében. A tudósok mindenféle levelet találtak a déli sark közelében, még növényevő dinoszaurusz fosziliákat is. A déli sark közelében. Több ezer jó állapotban lévő levelet találtak a déli sarkon. Egy szírt oldalán leveleket találtak a déli sarktól 400 kilométerre. A levelek sejtjei megőrizték az eredeti szerkezetüket és szerves anyagtartalmukat. Nem kövültek meg. Észak-Alaszkában is találtak növényevő dinoszauruszokat. Pedig ott nincsenek fák, egy szál sincs.
Sőt, a legtöbb helyen egy fűszálat sem találni. Tudják, a Földnek igazából két északi sarkpontja van, van egyszer a földrajzi északi sarkpont, és van egy mágneses északi sarkpont Kanadában, és tulajdonképpen erre mutatnak az iránytűk. Itt Tennessee-ben ennek nincs sok jelentősége, innen mindkettő északra van is pont. Alaszkában van jelentősége, mert a két pont egymástól nagyon messze van, és a pilótáknak ezt mindig észben kell tartaniuk. Szerintem az történt, hogy a mamutok éppen a trópusi növényeket legelézték, szépen sütött a nap, aztán hirtelen esni kezdett a szuperhideg hó. Addig soha nem láttak havat. Azt mondta az egyik mamut a másiknak, haver, fura egy időnk van, mi? Mi ez a fehér izéj, ami az égből potyog? Én nem tudom, de szerintem pucoljunk innen. El is indultak menedéket keresni, de a hó egyre mélyebb lett, ők pedig álló helyzetben a hóba ragadtak. Még eldőlni sem tudtak. Ki állt már olyan mély hóban, amiben még eldőlni sem lehetett? Szerintem ez történt a mamutokkal. Egyesek szerint a mamutnak a hideg idő miatt volt hosszú szőre. Nem, nem azért volt hosszú a szőre. Rengeteg őserdei állatnak van hosszú szőre, pedig ott elég meleg van. 24 fok felett a hosszú szőr már csak dísz. Sok mindent tudunk a mamutról, ami alapján bizonyítható, hogy a mamutok nem a hideg időhöz alkalmazkodtak. Ebben a könyvben van egy egész fejezet, ami erről szól. Szóval néhány mamut álló helyzetben fagyott meg, ebben a szuperhideg, mínusz 150 fokos hóban. Ahogy a jég az egyenlítő felé nyomult, glaciális barázdákat vágott ki. A Kellis-szigeten, Ohioban több kilométer hosszú glaciális barázdákat láthatnak. Szerintem tényleg volt jégkorszak, de az özönvíz elején kezdődött. A jégkorszakról alapvetően két kreacionista elmélet létezik. Az egyik szerint a jégkorszak okozta az özönvizet, én is így gondolom. A másik szerint az özönvíz okozta a jégkorszakot. Jelentéktelen nézeteltérés ez, és a lényeg, hogy mindkét elmélet szerint a jégkorszak az özönvíz után sok száz éven át tartott. Az özönvíz után, amikor a populáció növekedésnek indult, nem kellett börtönt építeni azoknak, akik rosszul viselték magukat, elég volt számúzni őket a civilizációból. Mert ha valakit száműztek egy újonnan felépített civilizációból, mint mondjuk Robinson szigetéről, az már magában igen komoly büntetés volt. Vadászhatta az ember a jégkorszaki állatokat, és még a szerszámos ládáját sem vihette magával, mert nem bírta volna el a sok kőszerszámot. Meg kellett találni a mamutcsordát, a helyszínen kellett összeütni a fegyvereket, amivel elejthette a mamutot. Ezért találnak bőrnyúzásra használt eszközöket, kovakő nyílhegyeket a világ számos pontján. Ezek a fickók tényleg ilyen eszközöket használtak, de nem vitték ezeket magukkal. Szóval a sarkokon lévő szuperhideg jég hideg hullámot bocsátott ki magából, mint egy fagyasztó láda, amikor az ember kinyitja az ajtaját. A hideg levegő találkozott a meleg levegővel, ami felhőszakadáshoz vezetett, és 40 napon át esett az eső, a kupola összeomlott, a Biblia azt írja, a mélység összes forrása feltört egyetlen napon. Ha elolvassák Jásár könyvét, a missziónktól megvásárolhatják, bár azt nem tudom, hogy erről a Jásár könyvéről beszél-e a Biblia. Ettől függetlenül érdekes olvasmány. Jásár könyvében a következő áll, és azon a napon az Úr megrázta a földet, a nap elsötétedett, a világ alapjai megremegtek, a föld megrázkódott, villámok villantak, mennydörgés dübörgött, és összetörtek a föld alapjai. Érdekes. Szerintem az történt, hogy a sarkokon lévő jég súlyától a föld kérge megrepett, a jég az egyenlítő felé terjeszkedett, betemette a mamutokat, megbillentette a földet, és mindent ellepett a víz. A Biblia azt írja, hogy a víz elborította a legmagasabb hegyeket is. Néhány idióta azt állítja, hogy csak lokális özönvíz volt, nem világméretű. A Biblia szerint víz borította a hegyeket is. Ez nem egy egyszerű árvíz. Ha a világ akkora lenne, mint ez a földgömb, akkor az összes óceán vize elférne egy kanálban. Ha a földünk felülete sima lenne, akkor az óceánok vize, ami egyébként átlagban 3600 méter mély, nagyjából 2400 méter mély lenne mindenütt. Az egész bolygót ellepni. Elméletben egy csepp víz is el tudná lepni a bolygót, persze csak nagyon vékony rétegben. Egy alkalommal a csendes óceáni térségben jártam, amikor visszajöttem, azt mondtam az egyik ismerősömnek, öregem, hogy ez a csendes óceán mekkora, ja, és az még csak a teteje. Nem semmi. Micsoda gondolat.
az még csak a teteje. Rengeteg víz van az óceánjainkban. Amikor 1953-ban a hegymászók feljutottak az Everestre, érdekes dolgokat találtak odafent. Megkövült kagylókat a Mount Everest tetején. Perúban nemrégiben 4 méter széles gyöngykagyló fosziliát találtak, tengerszint felett 3200 méter magasságban. Szép nagy kagyló, mekkora lehetett benne a gyöngy. Érdekesek ezek a kagylók, mert bezárt pozícióban kövültek meg. Ezen azért gondolkodjunk el egy kicsit. Amikor a kagyló elpusztul, szétnyílik. A belül lévő izom elernyed, a kívül lévő inak pedig majdnem azonnal szétnyitják a héját. Amikor a kagyló elpusztul, szétnyílik. De akkor hogy kerül sok millió zárt állapotban megkövült kagyló a világ számos hegycsúcsára? Csak úgy mondom, hogy egy, az Everest elég messze van a tengerparttól, kettő, a kagylók nem túl jó hegymászók, és három, amikor elpusztulnak, szétnyílnak. A legjobb magyarázat az, hogy élve lettek eltemetve. Néha hihetetlenül sok megkövült kagylót találnak. Az egyik testvér Alabamában él, és megkérdezte, kell-e megkövült kagyló a múzeumunkba, mert vagy egy méter vastag kagyló réteg van a kertjében. Amikor megrotakapázta a földjét, sok ezer megkövült kagylót talált, és mind zárva volt. Van is belőlük egy rakással a múzeumunkban. Néha még olyan törékeny dolgok is megkövülnek, mint a tojás. A finom üledék hihetetlen állapotban képes megőrizni a dolgokat. Itt egy megkövült medúza. A múzeumunkban van egy megkövült polipkar. A lájcövet csak nagyon különleges körülmények között kövül meg. A Biblia azt írja, hogy feltöltek a mélység forrásai. Tehát szerintem a földbe becsapódott egy meteor, a kéreg alatt lévő víz feltört és ellepte a földet. A földkérge nagyon érdekes, egy-két helyen egészen vékony. 4-8 km vastag az óceánok alatt, 48 km vastag a kontinensek alatt. A forró víz feltört a kéreg alól, és megölte a közelben élő állatokat. Ahogy a bazalt középen felgyűrődött, a lemezek lecsúsztak rajta, és létrejöttek azok a gyűrött hegyek, amikről korábban beszéltem. Nézzék ezeket a hegyeket Brit-Kolumbiában, az egyik oldalról megnyomódtak és felgyűrődtek. A feltörő forró víz mindenféle élőlényt megölt egy bizonyos távolságon belül. Ha beleöntenének pár liter forró vizet egy akváriumba, bizonyos távolságon belül minden hal elpusztulna. A világ minden részén találnak elpusztult kovamoszatokat óriási mennyiségben. Ezt nevezik kovaföldnek. A kovamoszatok nagyon kicsik, és úgy 1000 évre van szükség, hogy 2 centi kovaföld jöjjön létre az óceánok fenekén. Nagyon lassan halmozódik fel. Amikor kiszárad, porformájában árulják. Mindenfélére használják, például macskaallomnak, olaj felitatására, de beleteszik úszómedencék szűrőjébe is, sőt, az aspirinbe is, és más gyógyszerbe. Mindenféle fura dologban ott van a kovaföld, el sem hinnék mi mindenben. Nagyon jó netszívó anyag. Lompokban prédikáltam, és elmentem megnézni a világ legnagyobb kovaföld bányáját. A kaliforniai Lompok pont a Szent András törésvonal tetején van. Egyébként 1976-ban itt találtak egy bálna fosziliát, ami függőlegesen állt, és úgy 24 méter hosszú volt. A kovaföldben találták. Tudom én, hogy a bálna párhuzamosan állt a kovaföld réteggel, mert az is felgyűrődött, úgyhogy nem a bálna hossza az érdekes, hanem a szélessége. De akkor is, ha ebből az anyagból 1000 év alatt csak 2 centi halmozódik fel, akkor mennyi ideig kellett annak a bálnának ott hevernie, mire ennyi kovamoszat ellepte? A bálnatetemek az óceán fenekén pár hét vagy hónap alatt lebomlanak, még a csontjaik is eltűnnek. Kaptam egy kis darab kovaföldet Lompokban, és abban a pici darab kovaföldben vagy 60 halcsontvázat találtam. Kovaföldben rengeteg halfosziliát találnak, és mindenki ki van meredve az uszonya és a kopoltyúja. Ezek az állatok halálra rémülve pusztultak el. Bármi történt is velük, az rémisztő volt a számukra. Milliónyi halfosziliát találnak. Ugyanez a helyzet a doveri krétaszirtekkel. Itt 90 méter vastag krétaréteget találtak. Katasztrófa történt, az hozta mindezt létre. A Biblia azt írja, a víz egyre áradt a földön.
Szerintem az özönvíz első szakaszában az elpusztult állatok elmerültek, és ez az özönvíz jelképezi Isten ítéletét ezen a bolygón. A Hovind elmélet 5. pontja szerint ez az özönvíz első pár hónapjában történt. Érdekes, hogy nem találunk túl sok emberi fosszíliát. Nos, az emberek okosabbak az állatoknál, persze nem mind, ezért ők próbáltak menekülni a víz elől. A talaj felszínén, vagy pár centire a talaj alatt eltemetett állatok nem kövülnek meg. Ott van a sok millió bölény, amit az elmúlt pár száz évben leöltek. Egyik sem kövült meg, mert nem kerültek a föld alá. A megkövülésre akkor van esély, ha az állat gyorsan és mélyen a föld alá kerül, mielőtt elkezdhetne lebomlani. Marvin Lubenov szerint 4000 emberi maradványt találtak, és szerintem azért van ilyen kevés emberi fosszília, mert az emberek okosabbak az állatoknál, és csak később végzett velük az özönvíz, és ezért nem kövültek meg. A tövestől kiszakadt fák nagy mennyiségben úsztak a víz felszínén, aztán ezek is belettek temetve, és ezekből lettek a kőszíntelepek. A mozgóvíz borzasztó érdekes dolgokra képes. Ahogy a víz mozog, automatikusan szortírozza a dolgokat, akár 5-6 réteget is létre tud hozni egyszerre. Van egy jó videó, a címe Rétegtani kísérletek. Kiderül belőle, hogy az alsó réteg fiatalabb lehet a felsőnél. A mozgóvíz több réteget képes kialakítani egyszerre. Ismerik azt a kis játékot, ami két üveglapból áll, ami között színes homok van, és amikor megfordítják, villámgyorsan létrejön egy rakás réteg. Nem kell hozzá sok idő, a rétegek nagyon gyorsan létre tudnak jönni. A víz alatti földcsúszamlások, mint az indonéziai 2004-ben, szuszpenzió áramlás hoznak létre a víz alatt, amiből a felszínen aztán cunami lesz, és ami megölhet akár 250 ezer embert is. 1929-ben volt egy víz alatti földcsúszamlás, ami óránként 110 kilométert tett meg, és két transatlanti kábelt vágott el. A kiterjedése közel 104 ezer négyzetkilométer volt. Egyetlen víz alatti földcsúszamlás. Az özönvíz alatt a víz kavarogni kezdett, az állatokat pedig elkapták ezek az örvények, amiket a folyókban gyakran lehet látni kicsiben. Az özönvíz alatt mindenütt kialakultak óriási örvények. Ahogy az állatok az örvényben kavarogtak heteken át, rothadásnak indultak, leesett a fejük, a farkuk, a lábuk, amikor pedig betemette őket a hordalék, már csak egy rakás dínócsont volt egymás hegyén hátán. Látják, ezekhez a csigolyákhoz sem kapcsolódik se fej, se láb. A víz alatti földcsúszamlások óriási pusztítást végeznek, és a sár alá került állati maradványok gyakran összekeverednek. A bolygón sok helyen találni fosszília temetőket. Egy helyen úgy hevertek egymáson a fosszíliák, mint valami farakás. Ha elmennek Texasba a San Jacinto emlékműhöz, ahol a texasiak végül legyűrték Santa Anát, láthatják, hogy az egész emlékmű fosszíliákból áll. Messziről csak nagy köveknek tűnik az egész, és azok is, de közelről milliónyi kis kövületet lehet látni. Itt van 4 állat, ami úszó pozícióban kövült meg. Míg a fejüket is kitartották a vízből, szerintem elkapta őket a sáros víz, és megfulladtak úszás közben. Afrikában, a Karoo alakzatban a mecslések szerint 800 ezer millió gerinces állat kövületét találták meg. Jó sok állat pusztult el egyszerre. Rengeteg iguánodon csontvázat találtak egy belga szénbányában. Több mint 30 méter vastagon tornyosultak egymással a csontok. Kanadában, az Axel szigeten megkövesedett vörös fenyőtörzseket találtak. Pedig azon a szigeten egy szál fa nincs. Vörös fenyő pedig aztán végképp nincs. Akkor hogy kerültek oda azok a vörös fenyők? Egyesek szerint évmilliók kellenek ahhoz, hogy valami megkövüljön, pedig ez nem így van. Rengeteg példa van arra, hogy dolgok 100 évnél hamarabb megkövültek. Oregonban 2 megkövült lópatát találtak. Ezen a képen pedig megkövült vízkerék látható. Ásványanyagok kerültek a fa helyére. Itt egy kis megkövült tűzifa. Ez meg egy horgászorsó kőbe szorulva. Azt mondták, a kő 300 millió éves. Egyébként, ha valaki szeretne egy kis pénzt keresni, a Chattanooga Egyetemen tanulmányozták ezt a követ, megszerezték a fickótól, aki megtalálta,
nem hamisítvány, szóval ha valaki ki tudja deríteni, hol lakik a fickó, kérje meg, hogy adja kölcsön a követ a múzeumunknak, a neve Dan Jones, aki kideríti a telefonszámát, annak adok $50. Szóval egy 50-es, egy kis kutató munkáért. A geológusok nem értik, mit keres egy horgászorsó egy darab kőben. Georgiában egy farönkbe szorult, mumifikálódott kutya van kiállítva. A kutya felkergetett a fára valami mosómedvét, aztán beragadt egy odúba, és mumifikálódott. A fa még élt, a kutyát Ragacsnak nevezték el, de találtak megkövesedett cowboy csizmát is, amiben benne volt a cowboy lába is, a fickót elnevezték mészkő cowboynak. Itt egy megkövült ichthyosaurus, ami éppen ellik, itt egy megkövült kalapács, amit Hawaii-ban találtak, egy megkövült kalap Új-Zélandból, egy megkövült zsírkréta Arizonából. Wisconsinban megkövült tűpárnát találtak. Egy megkövült férfit találtak az egyik montanai tengerparton. Itt a cikk, ami a megkövült férfiról jelent meg. Ez az ember 1881-ben halt meg, eltemették, aztán 14 évvel később mellé akarták temetni a feleségét, amikor ő is meghalt. Kiesták a sírhelyet, de látták, hogy feltört a talajvíz, és mivel a nagymamit nem akarták vízbe temetni, máshol temették el. Aztán elkezdtek aggódni a nagypapa miatt a vizes sírban, ezért kiásták a sírját. A karok kivételével a test teljesen megkövült. 14 év alatt kövült meg egy koporsóban, Tennessee-ben. 1897-ben is találtak egy megkövült férfit Fort Bentonban. 172 cm magas volt, és sok orvos megvizsgálta a maradványt, és valóban egy teljesen megkövült embert találtak, nem csupán egy csontvázat. Egy 62 éves brazil hölgy São Paulo-ban orvoshoz fordult, mert fájni kezdett az oldala. Megröngenezték, és egy megkövült magzat csontvázat találtak benne. Valamikor teherbe esett, de nem tudott róla. A magzat elhalt, és az anya testében kövült meg. Az orvosok szerint a magzat a szülés előtt nem sokkal halhatott meg. Egyszer beszéltem egy mentőssel, aki kórházba vitte egy nőt a Washington állambeli Snowdenben, akinek a méhéből egy megkövült magzatot távolítottak el. A testében kövült meg. Itt van néhány megkövült lisztes zsák Arkansas államból. Ezt a megkövült savanyú uborkát a múzeumunkban is meg lehet nézni. Ebben a befűtés üvegben találta egy fickó, aki elküldte nekem. Azt kérdezte tőlem, hogy kell-e nekem egy megkövült savanyú uborka a múzeumomba, mire én azt feleltem neki, hogy persze, hogy kell, ilyen ajánlatot épesző ember nem utasít vissza. Itt egy megkövült mérges gomba Illinois államból, ahol egy elképesztő ásványmúzeum van. Shirley-ben, Illinois államban. Ha arra járnak, feltétlenül nézzenek be ebbe a múzeumba. Ez a kis srác, aki a képen látható, küldte nekem ezeket a megkövült makkokat. Egy vödör vízbe rakta a makkokat abban a reményben, hogy majd kicsíráznak, de megfeledkezett róluk. Egy évvel később találta meg az anyukája a hátsó udvarban, mind megkövült egy vödör vízben. Kővé vált makkok. Ezek itt megkövült földi mogyorók a Ripley's Múzeumban, Floridában. Ezek pedig megkövült faszén brikettek a mi múzeumunkból. Pensacolában ezt is megnézhetik. Szintén a múzeumunkban láthatják ezt a megkövült kókuszdiónak tűnő dolgot. Itt van a megkövült polépkar is, amiről korábban már beszéltem, ez persze csak egy másolat. A képen látható magazinban arról írnak, hogyan lehet megkövült fát készíteni. Az emberek évszázadok óta tudják, hogyan lehet megkövült fát készíteni, ami egy kicsit tovább tart. Az emberek persze azt kérdezik, hogy a hasonló állat fosziliákat nem ugyanabban a rétegben találják, ez nem az evolúciót igazolja? Nos, a fosziliák akármilyen állítólagos rendezettsége nem az evolúciót igazolja, az biztos. A könyvekben persze ez áll, hogy a rétegekben szépen el vannak rendezve a fosziliák, de ez egyszerűen nem igaz. David Raup professzor a következőket írta. Ironikus, hogy a kreacionisták tényként fogadták el azt a hibás elképzelést, miszerint a fosziliák az egyes rétegekben rendezetten helyezkednek el, és folyamatos fejlődést mutatnak. Ezt aztán az özönvíz geológiájukkal próbálják igazolni. A rétegek nem olyan rendezettek, mint azt sokan hiszik. Niles Eldridge írja, hogy a sziklák korát a fosziliák alapján, a fosziliák korát pedig a sziklák alapján határozzuk meg. A fosziliák viszonylagos rendezettsége jobban magyarázható az özönvízzel.
A mozgóvíz sok érdekes dologra képes, itt van például az üregképződés. Ez történt az arizonai Glen Canyon gátjával. A víz olyan sebességgel zúdult alá, hogy szabályosan kiszippantotta a kanyon falából a köveket. Úgy 20 másodperc alatt kikapott a sziklából egy kosárlabda pályanagyságú, 120 cm vastag darabot. Mindezt a víz ereje művelte. Van egy másik jelenség is, az exhaláció. A mozgó víz mindenféle hordalékot visz magával, és átalakul egyfajta folyékony csiszolópapírrá, kavics, kövek, sár és fatörzsek keverékévé, ami a masszív sziklákat is képes kiválni. Szabályosan beleszi magát a sziklába, és ott van még a folyósodás is. Ez akkor történik, amikor a homokszemek nyomás alá kerülnek, majd a nyomás csökken. Próbálják ki, menjenek ki a tengerpartra, gázoljanak a vízbe térdig, és áldogáljanak ott egy kicsit. Ahogy jönnek a hullámok, a hullám magasabb része nyilván nehezebb lesz az alacsonyabb résznél, szóval a hullám magas része lenyomja a homokot, amin állnak, majd jön az alacsonyabb rész, a nyomás csökken, és a homokszemek elindulnak a fenékről a felszín felé, mert a víz kipréselődik a szemek közül. Ezt nevezik folyósodásnak. Az özönvíz idején, ahogy a Föld fordult a Holdhoz képest, akár 60 méteres különbség is lehetett ár és apály között. Jó 6 óránként 60 métert változott a vízszint. A folyósodás hatása elképesztő lehetett az egész Földön az özönvíz miatt. A vízszint 60 métert emelkedett, nyomást gyakorolt az üledékre, aztán a nyomás lecsökkent és villámgyorsan rendeződni kezdett az üledék. Az egyik fickó vett egy óriási akváriumot, egy nagy gumihólyagot tett az aljára, amin millió kis lyuk volt, és rá volt kötve egy gumitömlőre. Szóval a tömlőt az üres akváriumba tette, aztán készített egy keveréket cementből, kövekből, kavicsból, homokból, meg mindenféléből, és tett bele még döglött halakat, hüllőket, kétéltőeket és emlősöket is. Az egészet beborított az akváriumba. Kinyitott a vízcsapot, és az akvárium elkezdett megtelni vízzel, de alulról a gumihólyagból. A víz elkezdett felemelni dolgokat, amik aztán alá is hullottak egyből a folyósodás miatt, és sűrűség szerint elrendeződtek. Azt találta, hogy a feltöltődéskor a következő sorrend alakult ki. Madarak, emlősök, hüllők és kétéltőek. Azt írják a könyvek, hogy az állatok ebben a sorrendben fejlődtek ki, mert a sorrendez halak, kétéltőek, hüllők és emlősök. Legalábbis az evolucionisták szerint. De a fosziliákat többnyire nem ebben a sorrendben találják, amikor pedig mégis akkor arra jobb magyarázat a folyósodás és az özönvíz. Walt Brown könyvében mindent elolvashatnak a témáról. Ráadásul a kevésbé sűrű rétegeket ellepik a sűrűbb rétegek. Ha megfelelőek a körülmények, a kevésbé sűrű rétegek hirtelen kilőnek, keresztül törnek a sűrűbb rétegen, ezt nevezik homokfeláramlásnak. A homok feláramlások akár meg is szilárdulhatnak, és az ausztráliai Ayers szikla is valószínűleg egy óriási homok feláramlás, amit az özönvíz okozott. Közelebbről megnézve rengeteg légbuborékot lehet látni rajta. Ott jött ki a rengeteg levegő. Földrengéskor gyakran feljön a talajvíz, és az szabályosan levessé tudja változtatni a homokot. Japánban egy földrengés után süllyedtek el ezek az épületek szintén a folyósodás miatt. A víz feljön a felszínre, a homokszemcsék fellazulnak, mint a mocsárban. Az evolucionisták azt mondják, hovint a madarak vannak a legfelső rétegben, mert azok fejlődtek ki utoljára, a kagylók, meg a legalsóban, mert azok alakultak ki először. Én ezt máshogy látom. Szerintem a kagylók azért vannak legalul, mert az a természetes élőhelyük. Egy özönvíz a kagylókat tevetné be először, mert ők már a tengerfenéken vannak. Jó reggelt! A madarakat pedig utoljára, mert azok addig repülnek, amíg csak bírnak. Talán intelligencia alapján rendeződtek el. Amennyire tudjuk, a kagylók nem túl értelmesek. Vagy a mozgékonyságuk alapján rendeződtek el, a kagylók nem túl jó futók. Vagy testsűrűség alapján rendeződtek el. A kagylóhéj nehezebb a tollnál. A fosziliák rendeződését, ha van ilyen, nem az evolúció okozta, az özönvíz jobb magyarázatot ad rá. A Biblia azt írja, hogy a víz elborította a legmagasabb hegyeket is, az egész földet, aztán a víz apadni kezdett. Vagyis csökkenni kezdett a vízszint. Az egyik rossz biblia fordítás visszahúzódást ír, meg vadállatokat, de egyik sem jó. Itt csak szelíd állatok voltak. A víz nem visszahúzódott, hanem apadni kezdett. A 104. Zsoltárban az áll, hogy a víz a hegyeken is állt. Hugh Ross szerint az özönvíz lokális volt.
már elnézést, de a legmagasabb hegyet is 15 könyöknyi víz borította. Hogy lett volna ez lokális? Amikor Dr. Rosszal vitatkoztam, megkérdeztem tőle, hogy hisz-e a világméretű özönvízben. Azt felelte, hogy egy univerzális özönvízben hisz. Ez egy megtévesztő válasz. Megkérdeztem, mégis mit ért univerzális alatt? Azt felelte, a víz ellepte Noé kis univerzumát, mármint a völgyet, amiben élt. Megkérdeztem tőle, hogy ha csak Noé völgyét lepte el a víz, miért mondta neki Isten, hogy építsen egy akkora hajót, és töltse meg állatokkal, és éljen velük egy évig? Miért nem azt mondta Noénak, hogy költözzen el? Ez a lokális özönvíz ötlet ostobaság nagy óval. Sokan kérdezik, hogy hová lett az özönvíz utána a víz. Nos, az özönvíz utolsó hónapjaiban az instabil kőzetlemezek egyes helyeken megemelkedtek, máshol lesüllyedtek. Ahol a lemezek lesüllyedtek, oda rögtön beömlött a víz. Nem kis eróziót okozva. A 104. Zsoltárban az áll, hogy dorgálásodra lefutottak, mármint a vizek, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek felemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Az történt, hogy a hegyek felemelkedtek, a víz pedig lezúdult az oldalukról. Ha megtöltenénk ezt az előadót vízzel 120 centi mélyen, akkor a rektor ideges lenne, tudom, de a tudomány kedvéért gondoljuk végig, hogyha 120 cm-es víz állna itt, és megkérnénk az összes srácot az egyetemen, hogy emelje meg az épületnek azt az oldalát, az összes víz az előadónak erre az oldalára folyna. Ez nyilvánvaló. Ha a földet ellepné a víz, egyes helyek lesüllyednének, mások felemelkednének, mint egy vízágy. Ki aludt már vízágyom? Tudják, a feleségem kb. 150 centi magas, és amikor egyszer elaludt egy vízágyon, amit én nem nagyon szeretek, szóval amikor egyszer elaludt egy ilyenen, én csöndben belopakodtam a szobába, felálltam egy székre, ugrottam egy jó nagyot, és szépen landoltam az ágy szélén. A feleségem a plafonig repült, én meg alhattam a kanapén, de mindegy, mert amúgy se szeretem a vízágyat. Szóval, ha valahol lesüllyed a föld, másút fel fog emelkedni. Az özönvíz idején a földkéreg biztosan sokszor meghajolhatott, sőt, még az özönvíz után pár ezer évvel is. Szerintem még most is mozog egy kicsit, és földrengéseket okoz. A földkéreg alá most is be van szorulva némi víz. A hidrolemez elmélet szerint, ahogy a lemezek lecsúsztak, a víz egy része a lemezek alá szorult. Rengeteg vízről van szó. Azt tudták, hogy az óceán fenekén pár helyen termálvízforrások vannak? Forró víz tör fel a tenger mélyéről. Honnan jöhet az a víz? Nyilván a tenger alól. A földkéregben még mindig van víz. Az óceán alatt nagyon vékony a földkéreg. 4-8 km vastag az óceánok alatt, 48 km vastag a kontinensek alatt. Ezt az elvégzett szeizmikus mérésekből tudjuk. A földkéreg tehát össze van törve, a lemezek mozognak, a térkép szerint Pensacolában biztosan nem lesz földrengés, máshol viszont elég jó esély van rá. A törésvonalakat megtalálták, ott még mindig lehet gond. Szóval, a föld az özönvíz alatt olyan volt, mint egy vízzel teli lufi, a felszíne mozgott, de a föld 12.700 kilométeres átmérőjéhez képest ez a pár kilométernyi mozgás szinte semmi. A víz lezúdult, és hatalmas kanyonokat vájt ki. Houstontól nem messze, 2002-ben árvíz volt. Az történt, hogy egy nagy esőzés után átszakadt egy gát, és a kizúduló víz elképesztő pusztítást okozott. Repülőgépen utazva lehet csak igazán megfigyelni a bolygónkon az erózió nyomát. Elképesztő. Mindjárt látják a három pletykás nevű sziklát, ami csak úgy mered ki a földből, mint valami torony, aztán meg a pingvineket, az Arches Nemzeti Parkot és a Bryce Canyont, ahol rengeteg szikla áll ki a földből. Az evolucionisták szerint sok millió évnyi erózió eredménye ezek a sziklák. Hát persze, sok millió év kellett hozzá. Nem hinném. Ezt a képet az udvaromban csináltam. Az ott a tollam a kupac tetején. Erre a földkupacra esett egy kis eső, és ilyen nyomot hagyott maga után. Tessék, a sok millió évnyi erózió munkája egy pár hónapja épített autót mellett.
Ezt is sok millió évnyi erózió hozta létre, nem hinném az ott a szemüvegem. Az erózióhoz nem kell sok idő. Idahóban jól látszik, milyen eróziót okozott a Missoula Gletschertóból kizúduló víz, ami átszakította a jéggátat. Ez történhetett az özönvíz után pár száz évvel is, amikor a jég olvadni kezdett. Az a rengeteg víz csak gyűlt, míg végül átszakadtak a természetes jéggátak, és a kizúduló víz újra rajzolta a tájképet. Itt található a Dry Falls vízesés, a bolygó valaha volt legnagyobb vízesése. Ma már nincs benne víz. Ezért dry, vagyis száraz a neve. Fénykorában viszont ez volt a világ legnagyobb vízesése. Akit érdekel, olvasson utána. Érdekes dolog, hogy majdnem minden hegylánc a kontinensek partvonalával párhuzamosan húzódik. A hidrolemeze elmélet szerint azért, mert egy időben alakultak ki ugyanazon eseménynek köszönhetően. A hegyek felemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek. Texas államban is kiöntött a Guadalupe folyó, 76 cm eső esett egy hét alatt, a gát átszakadt és elképesztő pusztítást végzett a környéken. Másfél kilométer hosszú, 15 méter mély és helyenként több száz méter széles kanyont vált a mészkőbe. A folyó mentén élők újraépítésbe kezdtek az árvíz után. Érdekes. Ne felejtjék, hogy a víz a kőbe válta ezt a kanyont. Egy árvíz csinálta, és nem is volt túl nagy. Egy hét eső után. A világ számos pontján találni meghajlott kőzetrétegeket. Követ csak olvadt állapotban lehet meghajlítani. A hideg kőzetrétegeket nem lehet meghajlítani, mert meg fog repedni, és törésvonalak lesznek az ív mentén. A Crystal Cove Parkban jártam Los Angelesben, és lefotóztam ezt a meghajlott sziklát. Egész közelről néztem meg, és nem találtam törésvonalakat. Ez a rengeteg réteg mind lágy volt, amikor meghajlott, és csak aztán szilárdult meg. Ezek a rétegek a világ összes pontján egyszerre hajlottak meg, a koruk pedig megegyezik. Egy pilóta barátom küldte ezt a fotót. A Grand Canyon mentén felülről víznyelőket lehet látni. A víz lemegy ezeknek a víznyelőknek a mélyére, aztán a kanyon falán belefolyik a Grand Canyonba. Ez addig folytatódik, amíg végül a víz kiválj egy oldalkanyont. Az özönvíz után a felszín szárad ki először, alatta viszont a sáros talaj lágy maradt, és csak lassan, nagyon lassan száradt ki, és közben összezsugorodott. A felszínen ez gyűrűdéseket hozott létre. Ahogy a hegyek felemelkedtek, metamorf kőzetek jöttek létre, szerintem ez az özönvíz közben és után történt. A szkeptikusok azt kérdezik, hogyan jutottak a kenguruk Ausztráliába, és miért csak ott vannak. Én úgy gondolom, hogy az özönvíz után az óceánok nem voltak akkorák, mint manapság. Ma a Föld 70%-a víz alatt van. Szerintem ez nem így volt az özönvíz után. Ha megnézik ezt a térképet, láthatják, hogy Anglia és Írország valamikor Franciaország része volt. Ha úgy 100 méterrel alacsonyabb lenne a tengerszint, akkor Anglia és Franciaország között szárazföld lenne. Valamikor itt lehetett a tengerpart. Ha megnézik ezt a műhold felvételt, ott van Írország és Anglia, és látható a régi partvonal a víz alatt. Ezen a részen nagyon sekély az óceán. Alaszka és Oroszország között mindössze 18 méter mély a víz. Ha az óceán szintje 18 méterrel alacsonyabb lenne, akkor Alaszkából át lehetne sétálni Oroszországba. Ha megemelkedne az óceánok szintje, Közép-Amerika eltűnne a víz alatt. Ha az óceánok 10%-kal mélyebbek lennének, így nézne ki Amerika. Az Appalach-hegységből sziget lenne, megmaradna még a Sziklás-hegység környéke, és ennyi. Tudták, hogy Chicago tengerszint feletti magassága csupán 180 méter. 180 méter, az két focipálya egymás mellett. Ennyire van Chicago a tengerszint felett. Ha 100 méterrel alacsonyabb lenne az óceán szintje, Florida hatalmas lenne. És hozzá tartozna Kuba. Szerintem az özönvíz vége felé az óceánok lassan elfoglalták a helyüket, minden stabilizálódott, de aztán a jég elkezdett olvadni, amitől megemelkedett az óceánok szintje. Az Atlanti óceán szabályosan túlcsordult és elárasztotta a mexikói öbölt. Erre mindjárt visszatérek.
A Mobile és a Pensacola öböl a legtöbb helyen alig 2 méter mély, majdnem mindenhol leérne a lábuk. Ha az óceánok vízszintje 100 méternél alacsonyabb lenne, Ausztrália össze lenne kötve Vietnámmal. Ausztrália és Vietnám között nagyon sekély a víz. Szóval akkor, hogy jutottak a kenguruk Ausztráliába? Hát, odaugráltak. Mert ugrálva közlekednek. Tudják, a koalák, a vombatok és a kenguruk nem túl agresszív állatok. Mármint a tigrisekhez képest. Amikor az állatok lementek a bárkáról a mai Törökországban, elkezdték elfoglalni az élőhelyüket. Persze a tigrisek is élőhelyet akartak, és elkezdődött a harc, de a kenguruk nem akartak harcolni, inkább elmenekültek. A kevésbé agresszív állatok egyre távolabbra menekültek, mert nem akartak harcolni. Generációkon keresztül menekültek, jó pár állatot megöltek a ragadozók, a többi viszont eljutott Ausztráliáig. Csak hogy miközben ők egyre keletebbre menekültek, az óceánok vízszintje emelkedni kezdett, mert a sarkok körüli jég olvadásnak indult. A jég olvadt, a vízszint emelkedett, és Ausztráliát hirtelen körbefogta a víz, és sziget lett abból, ami valamikor a kontinens része volt. Ilyen messzire jöttek a kenguruk a tigrisektől, és ott is ragadtak. Ausztráliában. A lényeg, hogy ma azért van kontinentális lemez, mert az olvadó jég megnövelte az óceánok vízszintjét. Ha a Földet akkorára zsugorítanánk, mint ez a földgömb, a Mount Everestet meg sem találnánk rajta. Látták már azokat a domború földgömböket, amiken ki lehet tapintani a hegyeket? Az egy vicc, azokat a hegyeket nagyon felnagyították. Ha akkorára zsugorítanánk a Földet, mint egy biliárdgolyó, a Föld gömbölyűbb és simább lenne egy biliárdgolyónál. A 8800 méteres magasság a 12700 kilométeres átmérőhez képest szinte semmi. Beszéltünk tehát arról, hogy az óceán vízszintjének változás alapvetően megváltoztathatja a kontinenseket, és hogy a kanyarok az özönvíz után alakultak ki. Minneapolis tengerszint feletti magassága mindössze 204 méter. A Mississippi folyó Minneapolis-tól New Orleans-ig folyik, és nagyjából 1850 kilométert tesz meg. A folyó esése tehát 204 méter 1850 kilométeren. Ez kilométerenként 11 cm. Nagyon lassú, méltóság teljes folyó. Általában, ha építenének egy duzzasztó gátat a Grand Canyon elé, egy hatalmas tó jönne létre. A tankönyvek szerint a Grand Canyont évmilliók alatt váltja ki a Colorado folyó, szerintem nem. A Grand Canyont behatóan tanulmányoztam, és szerintem óriási erózió eredménye ez a kanyon, amint erre Walt Brown hidrolevező elmélet videója is rámutatott. A dolog azért nem egyszerű, mert a Colorado folyó rendkívül kanyargós. Ugyanakkor a kanyon oldala meredek. A kanyargó folyók, mint a Mississippi, általában lassú folyásúak, mert kicsi az esésük. A meredek part viszont már a gyors folyású és nagy esésű folyók jellemzője. A Grand Canyonban megvan mindkettő. A meredek fal és a kanyargás is. Az evolucionisták szerint persze a folyó vájta ki a kanyont. Nem a folyó vájta ki, hanem az özönvíz. Méghozzá nagyon rövid idő alatt. Egyetlen katasztrófa nagyon át tudja rendezni az ingatlan piacot. 1964-ben földrengés volt Alaszkában, amitől jó pár lakóház vagy 12 méterrel lejjebb került. Elképesztő károkat okozott a földrengés ennek a közösségnek mindössze néhány másodperc alatt. Amikor a Szent Helena vulkán teteje lerobbant, a hegy egész északi oldala lecsúszott a völgybe. A nővérem ott lakott, amikor ez történt. Lecsúszott a hegytető, vele együtt kiszakadt a vulkáni dugó, amitől gőz és hamu lövelt ki a vulkánból óránként 160 km-es sebességgel. A hamu felhő beborított az egész környéket, a nővérem udvarát is 15 centi hamu borította, és 57 ember halt meg, mert a hamu és a gőz rázúdult a lakóházakra. A hamuból még New York City is kapott, itt látható a műhold képen, merre ment a hamu felhő. A Szent Helena hegy, a pusztulás napja. Az ábrán vörössel jelzik, merre folyt a lába, a barna a sár folyamot jelöli, a satírozott részekre pedig törmelék zúdult, illetve a világos barna azt a területet mutatja, ahol a robbanás ereje és a hamu pusztítás végzett.
A Szent Helena ráadásul nem is nagy vulkán. Az indonéz Krakatoához képest egy törpe. Ahogy a vulkán oldalán lehömpölygött a sár, automatikusan rétegekbe rendeződött. A sárfolyam jégtömböket is maga alá temetett, amikor robbanáskor lerepültek a hegycsúcsról. Itt egy kamion a sár fogságában. A Szent Helénáról annyi sár ömlött le, hogy a földön mindenkinek jutna belőle egy tonna. Ha másodpercenként meg tudnánk rakni sárral egy 10 köbméteres teherautót, 600 év alatt tudnánk elhordani, ha megállás nélkül rakodnánk. Ahogy a sár lefelé hömpölygött, háznagyságú jégtömbökre folyt. A hegyet valamikor gyönyörű gleccserek borították. Nagyon-nagyon szép hegy volt. A forró iszap alá szorult jég felrobbant, és eróziós aknákat hozott létre. Néhány másodperc alatt. Egy nap majd odavisz egy tanár egy osztályt, és azt mondja a gyerekeknek, hogy ennek a mélyedésnek az oldalát évmilliók alatt formálta ilyenre az erózió. Nem, tanár úr, az apukám látta, és kb. 50 másodperc alatt történt. A május 18-ai földcsúszomlás 30 méter sárral terítette be a Spiritóhoz vezető utat és a folyót. A Tuttle-völgy vízelvezetőjét is elzárta 60 négyzetkilométeres területen, ahogy a folyótorkolatot is. A víz 22 hónapon át nem tudott lefolyni. Aztán 1982. március 19-én egy kitörés megolvasztotta a tél során a kráterben felgyülemlett havat. A víz a hegyoldal laza talajával elvegyülve rettenetes sárfolyammá vált. 9 óra alatt az éjszaka során a sárfolyam összefüggő vízzel vezető rendszert vált a völgybe, megnyitva az utat a csendes óceán felé. Ezek között volt legalább 3, egyenként 30 méter mély kanyon. Az egyiket Kis Grand Canyonnak nevezték el, mert 40-szer kisebb a Grand Canyonnál. A víz és a sár lehömpölygött a hegyoldalról, és kanyonokat vált ki pár óra alatt. Az egyik kanyon 300 méter széles és 12 méter mély. Pár óra alatt jött létre. Amikor a víz áttör egy gátat, az erózió nagyon gyorsan elvégzi a dolgát. Itt a közelben van Grassy Valley, ahol az összes víz egy nagy vízelnyelőben gyűlik össze, és 12 kilométer távolabb egy barlangban tör elő újra valahol Dayton közelében, ha jól emlékszem. Ballangászkodtam arrafelé Kirk Weiss-zal, aki a Bryan főiskolán tanít. Éveken át tanulmányozta azt a barlangot, ami valamikor a Chattanooga térségig ért, de beomlott. Már csak úgy 8 kilométer maradt belőle. Ha elmennek Georgia államba, Columbus közelébe, van ott egy Lumpkin nevű hely és egy nagy nemzeti park tele kanyonokkal. A helybéliek szerint a kanyonokat az okozta, hogy 1830-ban a metodisták nem ástak vízzel vezető csatornákat. Először csak egy vízmosás jött létre, de aztán az nőni kezdett, mostanra pedig már több száz hektárnyi területet pusztított el. 1830 óta. Ha megnézik a Szent Helena közelében lévő kanyonokat, láthatják az erózió hihetetlen munkáját, és láthatják a kanyonok oldalán a szép kőzet rétegeket is. De hát, ha a sár egy időben folyt ide, miért rendeződött rétegekbe? Azért, mert a hömpölygő sár magától rétegekbe rendeződik. Tegyenek egy befőttes üvegbe homokot, öntsenek hozzá vizet, rázzák fel és tegyék le. Szép rétegek fognak kialakulni pár másodperc alatt. A nagy kanyon mélyén csörgedezik egy kis folyó, a Tuttle folyó. 6 méter széles az egész. Nem ez a kis folyó válta ki azt a nagy kanyont. És a Grand Canyont sem a kis Colorado folyó válta ki. Ahhoz sokkal több vízre volt szükség. Úgyhogy a tankönyvekben nem mondanak igazat, amikor azt mondják, hogy a Colorado válta ki a kanyont. Amikor a Szent Helena kitört, egész erdőket repített a levegőbe. Rengeteg fa pusztult el, hihetetlenül sok, megteltek velük a folyómedrek. Itt láthatnak pár kamiont az óriási fák mellett Oregonban. Sok ezer kamionnyi fát szállítottak el, de így is csak a fa 10%-át tudták megmenteni. Annyi fa került a Spiritóba, hogy át lehet rajtuk sétálni a tó túlpartjára. 800 hektárnyi fa úszik a tavon. Búvárokat küldtek le a tóba, akik érdekes dologra lettek figyelmesek. A farönkök közül pár függőlegesen úszik a vízben.
Megszívták magukat vízzel, a gyökér felüli végük pedig lesüllyedt. Ebben a pozícióban egyre lejjebb süllyednek, és belesüppednek a tó fenekén lévő iszapba. A Spirit tó iszapjába süllyedt fák közül jó néhány már is elkezdett megkövülni. Alig 20 év után. A föld több pontján találtak függőlegesen álló megkövült fákat, amelyek több kőzet rétegen áthatoltak. Erre csak az özönvíz lehet a magyarázat. Ezekről a fákról bővebben hallhatnak a negyedik előadásban. Amikor egy megkövült fa kidől, rönkökre törik. Aki már vágott fát életében, az biztosan észrevette, hogy a kiröntött fa nem hullik magától rönkökre. Hányan tapasztalták már ezt? Ilyesmi csak megkövült fával történik, ami eldőlt, miután az azt befedő homokot eltüntette az erózió. Itt van pár búvár merülésre készen. A tó felszínén úszó rönkök egymásnak ütköznek, leverik egymásról a kérget. A Spirit tó fenekén már van egy méter vastag kéregréteg. Ha még több törmelék temeti be, szénné fog alakulni. Az ateisták szerint a szén csak évmilliók alatt alakul ki, de nem. Szén akár pár óra alatt is létrejöhet. Számos kísérlet bizonyította már ezt. Az özönvíz során Texas nagyságú rönkmatracok úszhattak a vizen, amin mellesleg jó néhány rovar is túlélhette az özönvizet. Ember biztosan nem, de a rovarok igen. Szóval úszkáltak ezek a rönkmatracok, törmeléksávot hagyva maguk után. Érdekes, hogy szenet szinte mindig rétegekben, telepekben találnak, mint Kentuckyban vagy Illinoisban. Egyszer vitatkoztam Ginny Scott-tal, egy ateista szervezet vezetőjével, aki szerint nyugaton 80 szénréteget találtak, amiben igaza is van. Azt mondta, hogy ha megnézzük a világ szénlelő helyeit, a világ összes biomasszája sem lenne elég ahhoz, hogy ekkora mennyiség létrejöhessen. Ebben is igaza van. Szóval rengeteg idő kellett ahhoz, hogy ennyi szén kialakulhasson. Na, ebben már téved. Az özönvízben nagy rönkmatracok bukdácsoltak a vizen, előre-hátra, ahogy az árapály és a szél dobálta őket, farönk, ág és kéreg törmeléket hagyva maguk után, amire hordalék rakódott. Akár 8 szénréteg is létrejöhetett az özönvíz alatt. Montanában van egy szénlelőhely, ahol 60 méter vastag szénréteg terül el 26 ezer négyzetkilométeren. Az egyik szénbánya plafonján dinoszaurusz nyomokat találtak. Ásták ki a szenet, felnéztek, és ott voltak a dínó nyomok. Az özönvízben a dinoszauruszok a sekély vízben gyalogoltak a törmeléken, a rothadó fán, és ott hagyták a lábnyomaikat, amit aztán ellepett a hordalék. Alabamában függőleges helyzetben megkövesedett fák vágnak keresztül két szénrétegen. A szénrétegek gyakran egymásba folynak. Ez is nyilvánvaló bizonyíték arra, hogy rövid idő alatt alakultak ki. Nincs közöttük több millió évnyi különbség. 60 méter vastag szénréteg Montanában. A szénben időnként érdekes tárgyakat találnak. Itt egy csengő, amit egy széndarabban találtak. Ezt az edényt egy 600 millió évesre datált kőben találták. Egy hölgy Illinoisban egy 25 centi hosszú aranyláncot talált egy széndarabban. Egy iowai szénbányában faragott követ találtak a szénben. Ezt a vastégeit is szénben találták Oklahomában. Ez a cipőtal pedig szintén szénből került elő. A Biblia szerint a víz apadni kezdett, és elmennének a vizek a földről folyton fogyván. Ha a föld egy része lesüllyedt, a víz beömlött oda, majd előre-hátra hömpölygött még egy ideig. Hatalmas hullámok mentek egyik irányból a másikba is vissza. Az 1 Mózes 8-ban olvassuk, hogy a vizek mentek és jöttek. Ezt jelenti a héber halak vasab kifejezés. Szerintem az özönvíz alatt több réteg üledékes iszap rakódott le, aztán a hegyek megemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek, a rétegek meggörbültek, majd jött az erózió, ami újabb rétegeket rakott le. Ez okozta a földtanban egyenlőtlen rétegződésnek nevezett jelenséget. A Biblia azt írja, hogy a bárka a 7. hónapban feneklett meg, de Noé csak a 13. hónapban szállt ki belőle. 6 hónapig még bent maradt. Miért? Nos, először is nem volt mit enni odakint. Másodszor a talaj még sáros volt. A víz pedig még mindig ment és jött, nem volt biztonságos kiszállni. Noé valószínűleg levágta a horgonyköveket, jöttek a hullámok, és kicsit arrébb tették a bárkát. Az pedig újból megfeneklett. Bővebben a bárkáról a 3. videóban.
és persze házat sem volt miből építeni. A Biblia szerint a vizek folyton fogytak, a Hovind elmélet szerint pedig a jégsapkák olvadni kezdtek, lassan megemelve az óceánok vízszintjét. Aztán az elkövetkező pár száz évben volt idő szétszéledni a Földön. Isten Bábel tornyánál összezavarta az emberek nyelvét, ekkor az emberek szétszéledtek a Földön, gyerekeik és unokáik születtek, aztán a vízszint megemelkedett, és ott rekedtek, ahol ma is vannak. Van egy remek könyv a Föld özönvíz utáni benépesítéséről, Noétól Ábrahámig a viharos évek. Amerikába két irányból jöttek az emberek. Jöttek a Bering-szoros felől, de száraz lábbal eljöhettek Angliából is, Izlandon és Grönlandon keresztül, ha a vízszint alacsonyabb volt. Ahogy a jég visszahúzódott, jellegzetes nyomot hagyott maga után, tehát igen, volt jégkorszak, és az özönvízzel magyarázható. Aztán Péleg idejében a Föld meg volt osztva. Péleg az özönvíz után 100 évvel született, az apukája pedig nyilván azért adta neki ezt a nevet, mert valami megváltozott. Négy elmélet van arra, hogy mit jelent a megosztás Péleg idejében. Mi volt megosztva? Az első elmélet szerint a nyelvek és nemzetek voltak megosztva, a második szerint a kontinensek elmozdultak, de én ezt nem hinném, a harmadik szerint az óceánok vízszintje megemelkedett, elválasztva egymástól a kontinenseket. Én erre szavazok. A negyedik elmélet szerint a földeket osztották fel. Rengeteg ember élt egy helyen, és azt mondták, figyelj, húzzuk meg a határvonalat, ez az én földem, az a tiéd, építsünk kerítést kőből. Felosztották a földeket, nem volt ebben semmi különös. Ahogy a populáció nő, az ilyesmi elkerülhetetlen. Tehát, ahogy a megolvadt jég az óceánokba került, azok mélyebbek, szélesebbek és hidegebbek lettek. A hideg víz több széndioxidot nyel el, ettől az üvegházhatás súlyosabbá vált, a várható élettartam lecsökkent. A Lamas csatorna legmélyebb pontja alig 45 méter. Annál még ez az előadó is nagyobb. Az óceán szép kék, meg minden, és valahol mély, valahol meg nem túl mély. Az özönvíz rá a legjobb magyarázat. Ahogy az óceán szintje emelkedett, a víz túlcsordult és létrehozta a földközi tengert. A Gibraltári szorost valószínűleg a víz mosta ki, ahogy belezúdult a földközi medencébe. Aztán az is megtelt, és a víz túlcsordult Szicíliánál. Talán ezért találnak időnként víz alatti városokat. Az első pár száz évben az emberek ezeken a területeken építették fel a városaikat, aztán hirtelen emelkedni kezdett a vízszint, úgyhogy odébb álltak. Nem is egy helyen találtak víz alatti városokat. Ahogy a Fekete-tenger megtelt vízzel, ott egy egész civilizációnak kellett elköltöznie. Víz alatti városokat találtak a Fekete-tengerben, 45 méteres mélységben. Nyilván nem a víz alatt építkeztek. A Földön ma is látható az özönvíz nyoma, hogy arra emlékeztessen minket, Isten gyűlöli a bűnt. Ahányszor tankolnak, jusson eszükbe, hogy az olaj az özönvíz miatt jött létre. Az áramot többnyire szénelégetésével állítják elő az erőművek. Talán olyan fákat égetnek el, amelyek az Éden kertjében nőttek. Az özönvíz előtti világban. Ahányszor dinoszaurusz csontokról szóló híradást látnak, jusson eszükbe az özönvíz. Isten elég bizonyítékot hagyott hátra, és akinek van agya, az fel tudja fogni, hogy ha Isten ennyire gyűlöli a bűnt, érdemes lenne inkább érte élni. A sátán viszont azon dolgozik, hogy az özönvíz bizonyítékait felhasználva arra tanítsa a fiatalokat, hogy mindez az evolúció bizonyítéka. Fogja a bizonyítékokat, azt, amit Isten tett, és csavar egy jó nagyot rajta. Ezzel a képpel szeretném befejezni az előadást. Ez egy hal fosziliája, ami épp egy másik halat nyel le. De az is lehet, hogy a kicsi csak fogorvos. Egyik sem gondolta, hogy az a nap lesz számukra az utolsó. A nagy már félig lenyelte a kicsit, de jött az özönvíz, rájuk zúdult a sár, és elpusztultak. A Biblia írja, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, aztán pedig ítélet következik. Harry Truman a Szent Helénán lakott. Tim Berenc barátom Szent Louisból elment bizonyságot tenni Harrynek, de Harry egyáltalán nem hallgatott rá. Csak káromkodott, meg szitkozódott. Meghallgatta Timet, de nem tért meg. Később felmentek hozzá a rendőrök, és közölték vele, hogy a vulkán ki fog törni, és hogy szeretnék, ha elmenne onnan. Harry azt felelte, hogy ő egész életében ott élt, és nem megy sehova. Nem is ment. Aztán meghalt. Harry egyike azoknak, akiket nem találtak meg a robbanás után. Nem ostobaság egy vulkánon maradni, amikor az kitörni készül.
Nem hallgatott a figyelmeztetésre. Pont ilyen ostobaság nem hallgatni a Bibliára, ami figyelmeztet, hogy a világ el fog pusztulni, és ideje megtérni. Az emberek nem akarnak megtérni, ők is maradni akarnak. Pont olyan ostobák, mint Harry. Adják át a szívüket az Úrnak, és térjenek meg. Harry nem fogadta el Krisztust, amennyire tudjuk, most a pokolban van. Remélem, hogy nem így van, de úgy tűnik, nem tért meg. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az Úr nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek. Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Mindenkinek bűnbocsánatot kínál, és örök életet a mennyben. De ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Akkor is ettek ittak, házasodtak az emberek, semmivel sem törődtek, mint ma. Míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus hamarosan eljön. Mindenkinek oda kell majd állni a Krisztus ítélőszék elé. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg. Jó lenne, ha azt mondanák Istennek, hogy Istenem, használj fel engem. Szeretnék meggyőzni valakit, hogy a mennybe juthasson. Hamar eljön. Mihez kezdenek az életükkel? Ha meg akarnak térni, a videó végén elmondom, mit tanít a Biblia megtérésről és az üdvözülésről. Remélem, hasznosnak találták a teremtés történetről szóló videót, de a tudományos tényeknél és a helyes értelmezésüknél sokkal fontosabb, hogy tudják, üdvözülni fognak-e. Ha még nem fogadták el Krisztust, szeretném elmondani, mit kell tenniük, hogy üdvözüljenek. A Biblia azt tanítja, hogy mind bűnösök vagyunk, mind megszegtük Isten törvényeit, engedetlenek voltunk a Teremtővel szemben, gonosz dolgokat tettünk, bűnösök vagyunk. Az emberek szemében vannak kisebb és nagyobb bűnök, Isten szemében viszont csak bűn van. A Biblia szerint meg kell térnünk. A megtérés azt jelenti, hogy hátat kell fordítanunk a bűneinknek, és Isten felé kell fordulnunk. Isten azt akarja, hogy megváltozzon a hozzáállásunk, hogy azt mondjuk, Istenem, sajnálom, hogy vétkeztem ellened, többé nem akarok. Elfordulunk a bűntől Isten felé, és megbocsátást kérünk tőle. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezete 23. versében az áll, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. El kell ismerni, hogy bűnösök vagyunk, mert a Biblia szerint a bűn zsoldja a halál. A bűneink miatt megérdemeljük, hogy meghalljunk és elkárhozzunk. De Jézus meghalt értünk, mindenkiért. Azt akarja, hogy a mennybe jussunk. Aki pedig megváltást kér tőle, annak Jézus megadja az örök élet ajándékát. Ingyen adja, mert szeret minket. A Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében ez áll, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Annyit kell mondani neki, hogy Uram, bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. És ő örök életet ad nekünk jutalmul. Szeretném, ha együtt imádkozna velem, és elfogadná Krisztust, a megváltót. Isten azt nézi, ami a szívünkben van, ezért, ha komolyan mondják el a következő imát, Isten meg fog bocsátani. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, vétettem a törvényeid ellen. Kérlek, bocsáss meg nekem, bocsáss meg a bűneimet, hogy veled lehessek a mennyben, Jézus nevében. Amen. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az Úr ígéretet tett, hogy üdvözíti azt, aki kéri. Most már csak növekedni kell a hitben, naponta olvasni a Bibliát, imádkozni, és keresni egy jó gyülekezetet, hogy jó keresztjének kiválhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.